Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Öltözünk, itt vagyunk, 6 óra után 12 perccel. Hello, jó reggelt kívánunk, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. És igen, a mondatot nem is tudom itt befejezni, mert hogy Feri nincs, taps van. Persze, így van. Nem azt tapsoljuk meg, hogy nincs Feri. Nem, félreértés ne esik, nem. Természetesen nem. Magunkat. Feri igazoltan van távol, mert hogy kezdődik egy nagy fesztivál, ami nélkül egyébként nem fesztivál, már évek óta hozzá tartozik, és annak lesz most egy ilyen gyerekprogramja, ami miatt egy picit korábban kezdődik a fesztivál, mint ahogy hogy amúgy szokott, és most már gyerekeket is okítják arra, hogy hogy kell legyilkolni a disznókat. És a Feri oktatja a gyerekeket? Igen, és hogy kell majd hurkát tölteni, meg kolbászt tölteni, meg egyáltalán. Szóval a gyerekek hullanak, az állatok, így ez van, a lényeg. Így van, Feri elment ölni. Gondoskodik az utánpótlásról. Feri gondoskodik az utánpótlásról, elment ölni, kolbászfesztiválban tölt, dagaszt és öl. Így van. Ez a... Rettegjenek a disznók, rettegjenek a sertések, az ártányok, nem tudom mi. Igen, az állatok bevégzik a sorsukat, ahol Feri ott van, ott előbb-utóbb valami. Így valami van. Megsül, megfő. Kérdezte tőlem, hogy mit hozzon. Mit hozzon hétfőre, mert hogy nektek nyilván tudja, hogy mit kell hozni. Mondtam neki, Feri, nekem hozzá létszíves egy kis kézikamerás videót, amin az látszik, hogy futsz ki a határba a kabátod alatt egy kis malaccal, és aztán pedig azt hallom, hogy fuss kis malac, szabad vagy, menj még mielőtt észrevesznek. Gyorsan, kocogj arra, ne arra, te barom, pont az ellenkezőben, arra, szaladj a fasor irányába. Igen. Na jó, buta vagy, akkor minden nem ennyi, akkor itt van ez, én szokja hozzá, ez a citrom lesz a szádban, amikor az asztalon fogsz terpeszkedni, megsülve. Igen, na, ígérted, hogy adsz valamit azoknak, akik most ott küldenek, vagy mondtál valamit? Persze, mert, hogy, persze, mert átjöttek? Jött egy óra 29-kor? Nagyon sok jött, igen, jött 1 óra 29-kor, most. Azt, hogy 3 óra 4-kor, 2 óra 59-kor, most történik, most Zsolt írta, 3 óra 7-kor, aztán nem most, 2 óra 53-kor, 2 óra 31-kor, azt mondja, hogy most érkezett meg Marty McFly, 1 óra 51-kor, 1 óra 52-kor. Na, tehát, srácok, tökéletes, hogyha valaki esetleg valamilyen fura ízlésből kifolyólag nem hallgatott volna minket tegnap, hát ugye arról beszéltünk, hogy egy nagyon-nagyon komoly időpontot érkeztünk el, mert hogy egy kultikus sorozatban megjövendölték, hogy ugye Marty McFly megjön. Meg fog érkezni, és hát mondtuk, hogy ha valaki abban a pillanatban, amikor a Martyék megérkeznek, küld nekünk ide az SMS számunkra egy mostot, azok között kisorsolunk majd egy ajándékcsomagot. Igen, ugye magyar idő szerint kellett küldeni, igen, mert hogy Hill Valley Kaliforniában van, ők Kaliforniában érkezik meg majd este fél ötkor, vagy délután fél ötkor. Már érkezett meg, de magyar idő szerint ahhoz hozzá kell adni a 8-9 órát, és a fél ötöz, ha hozzáadod, uh-huh, akkor így jött ki. Reméljük, nem egy fasorban érkezett meg a két lángoló csík egymással párhuzamosan. Elképesztő, hogy mekkora visszajövőbe őrület volt. Tehát én láttam, mindenki megcsinálta, amit mi már egyébként hétfőn megcsináltunk, hogy mi vált valóra, mi nem vált valóra, mi az, amit szeretnél, mit nem szeretnél, minek örülnél, lehetne pizzát hidratálni, légdeszka, nem légdeszka, minden, az online sajtó, a tévék, a rádiók, mindenki erről beszél. Én most be fogom mindenki erről beszélni ma este a sorozatot, természetesen. Rá, igen, rácsúsztam most megint egy picit ilyen nosztalgia vonalra. A múlt hétvégén például letoltam, ahol volt egyszer egy vagyunk, azok nem tudom hanyatszóra, és még mindig ugyanúgy borsozik a hátam az utolsó jelenettől, amikor ugye a két hős találkozik egymással, és akkor kiderül a gonosz számára is, hogy ki is volt ez a fiú, miért is harmonikázik állandóan, és hogy mi is történt ott valójában. Na, ezt letudtam, akkor most pénteken pedig nekiugrok a visszajövő trilógiának. Jó is, az szórakoztatom. Meg lehet sokszor nézni. Nagyon jó. Na, hát mi nemrég váltunk, mert tegnapi napot együtt töltöttük. Igen, mit csináltál tegnap délután, mert egész nap együtt voltunk. Tudom, mit tettél tegnap délután. Ugye kettő darab szombat estében is szerepelsz. Igen. Úgyhogy hát mi tulajdonképpen kisebb születtel délelőtt az egész délután, de estét együtt töltöttük, és felvettünk két ilyen csak hát jó annyi hangulat. Történt. Jó, arról tudsz beszélni egyébként emellett, arról a viszonylag rövid időszakról, amíg ugye elmentünk együtt Budatétényig, aztán te hazaugrottál, és elkezdtük küzdeni a kukacokkal, aztán visszajöttél Budatétényre. Na, erről az időszakról mesélj, mert erről nem tudok semmit, minden más tudok. Hát, harcban állunk, csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Sikerült feldobni a plafonra a tyúkot? Találtam egy seprűt, verhú, ráhúztam egy tyúkot, és leszedegettem.
Figyelj, nagyon durva a helyzet. Nagyon durva a helyzet, és egyébként nem javulunk, nem sikerült megtalálni a baj forrását, és ezek a rohadékok, ezek oda jönnek, ahova csalod őket. Elképesztően érdekes a dolog. Kiderült, hogy tegnap előtt, vagy tegnap reggel azért voltak a konyhában, mert én kivittem néhány csomag műzlit, amit be akartam hozni a rádióba. És átrágják magukat ezek a kis gennyesek már a nejlon zacskón is, de nem ezen a fehér nejlonon, hanem azon az erős, vastag, celofán-szerű ilyen átlátszó a nejlonon. A rohadt mutánsok. A rohadt kis mutánsok. Figyelj, a spejzba mindent ki kellett dobni. Mindent. Zacskón átrágták magukat, lisztes zacskón átrágták magukat, kivéve az üveg és a doboz, amiben nem tudtak bekerülni. És ha kihozod a kaját, a konyhába letettem a pultra, akkor jönnek a pultba. A székeken, a mennyezeten. Figyelj, olyan invázió volt. Olyan invázió volt, csak 10 percig a morzsaporci volt egy slaggal a kertbe. Locsoltam, apró darabokra szedve, hogy minden kukacot elpusztítsak. És ha egyet életbe hagysz, akkor olyan, mint akkor az egész családot életbe hagytad volna. Én nem tudom, hogy ezek telepatikus úton kommunikálnak, szaglásuk van. Jönnek oda, ahol a kaja van. Végén már azt játszottuk, hogy leraktuk a lakás egyik oldalába, és 4 percen belül ez ismerős. Jöttek a mennyezeten, jönnek alul, jönnek a székeken, figyelj! Hogyha most valaki bekapcsolódott, az azt gondolja, hogy most az Alien trilógiáról, illetve kvadrológiáról beszélgetünk. Én néztem egy méterszámlálót. Az összeset életben hagyta. Néztem egy méterszámlálót, és láttam, hogy közelítenek, és mondtam a Vikinek, hogy már bent kéne lenniük. És Viki fölnézett a mennyezetre. Viszkez! És rájött, hogy a falon túl jönnek. Ugye, mint a Bolygó neve halál című kis filmecskében. Úgyhogy nem, a csata nem múlt el, harcolunk. A morzsaporszívó soha ennyi kukacot még nem szívott föl. Én, ha ezen... Viki ma lesz, vagy pedig most úgy képzeljük, hogy ebben a pillanatban a két gyerek mögötte van, ő pedig egy partvisa, be vannak szorulva a sarokba, és egy partvisa próbálja meg magától, meg a két gyerektől távol tartani. Nem, ott otthon maradt, egyrészt a szörnyű éjszaka volt az oka, hogy mondtam neki, hogy otthon maradjon, tehát Noel vagy álmába harcolt és a kukacokkal, vagy nem tudom, de tulajdonképpen zéro volt, amit aludt. Tehát én emberbaráti szeretetből, tisztességből és becsületességből úgy éreztem, hogy helyet kell ma állnom, mert hogy nincs Feri, de nagyon, nagyon durva éjszakánk volt. És közben még így kimentem ide-oda a gyereknek, tápszer, stb. És egy kicsi kis jött másik a falon. Egy darab tudod... Ott van még egy! Kapd el! És mikor meghallott a hangot, ott elkezdett... Ilyen kettőkor emeljek a konyhába, csak hogy rutinszerűen felnézek a mennyezetet, ott, hogy álmodom, hát, ha most már tegyek, 2 darabot, nem. Nagyon mászik arrébb. Tehát amikor éjjel kettőkor te rohadék leszednek, hol vannak a szüleid? Vaj! Hol vannak a társaid? Legutóbb, amikor még a hangyákkal küzdöttünk, akkor volt ugyanez, amikor azt hittem, hogy az összeset kiadott, az összeset megszabadultál, egy így hirtelen a konyhaputon így keresztbe átmászik. És tudod, és nagyon jól tudod, ráadásul ők jeleznek, tehát, hogy ők a kis lábaikkal, amikor végigbe haladnak valahol, akkor ők raknak le olyan kis nyomokat, amik alapján a többiek, akik éppen ki vannak az utcán, meg két házal arra, meg egy kerülettel jobbra, azok szépen megtalálják az utat, és bejönnek a lakásba, akkor is, hogyha nem akarod, a lehető legpicibb réseken, és a kis kukacok is szólnak. Ezek leadnak, ezek vokitokiznak, ezek hogy ez nem az volt, hogy egy hangya bejön, és akkor a többi megérzi, hogy hol van, hogy ezek valahogy kommunikálnak, amit nem tudunk. De működött a partvisos dolog, hazafelé raboltam egy tyúkot, segébe föltoltam egy partvist, föl a mennyezetre. Még annyit hallottál tyúkul, hogy egy, két tojás a fejemre esett, írtam, még a tyúkba benne volt, és a mennyezetről a tyúkkal szedtem le a kis gilisztákat, vagy igen, kukacok, lisztkukacok. Nem tudom mi igen, ez. Hát én úgy hívom. Nem, nálatok zabkukacok, mert leginkább a zabba vannak benne. Szóval, hogy a teljes spejztakarítás. A spejztakarításnak egyébként több előnye is van, tehát 2012-ben lejárt kínai üvegtésztát azért nagy szeretettel dob ki az ember. Tehát azért a spejzban is találsz olyan dolgokat, legyünk őszinték, hát azért ez mindenki. Mindenkinél előfordul, hogy azért rácsodálkozom, hogy... Kindanút, hát ezek 12 évvel ezelőtt bezártak. Igen, olyan termékek, amiket már kivezettek, olyan termékek, amit 10-12 éve nem kaphatok. Tehát volt egy-két nagy találásom tegnap. Viki, honnan? A Wendy's-ből hoztál nekem szendvicset? De szerettem a Wendy's-t. Milyen jó. Most sose bocsátom meg nekik, hogy kivonultak. Most nagyon komolyan mondom, hogy én attól függetlenül, hogy 14 év azért, mert gyakorló vega vagyok, de hogy a Wendy's-nek a hambiai... Istenem, ha tegnap találtam volna egyet a Spejzba, megeszem szerintem. Másfélszerese volt a hús a zsömlének, kilógott két oldal, nem hitted el, megkaptad, és így fogtad, és így segítséget kellett kérni, három kezest, hogy fel tudjad emelni az egyetlen, hogy hívják ott hamburgert, volt csilis babjuk, rizs. Rizs, nagyon durva, tejberizs, amit szedhették külön tányérba, és az oktogonon volt a Mackey-vel és a Burger King-vel szemben a másik oldalon, valaki nem tudja, de egy gyorsétterem hálózat,
és mindenki szerette, de valahogy mégsem volt forgalmuk, és kivonultak a rohadékok. A fene se tudja. Celofánba csomagolták a hamburgert. Igazi, nagy, ilyen brutál, jó celofánba. Fú, de jó volt. Na mindegy, szóval ennízes hamburgert nem találtam. De minden esélye meg lett volna, nem? És kiderült, hogy ott a környéken, több családban, ugyanebben a pillanatban, ugyanígy felbukkantak ezek a rohadékok. Tehát vagy invázió van, vagy most szaporodnak, vagy most kelnek ki. Tehát valami kell, hogy történjen. Kell, hogy történjen, mert egyszerűen nem, maguktól ezek nem jönnek. A méhhűtőt mikor fajasztottad le utoljára? Egyelőre most jöttünk rá, hogy nincs bekapcsolva, csak pakoltuk bele a hűtőtárút, ja. De nem volt bekapcsolva. Dehogy. Ja. Három éve használjuk, de nincs ideg a méhhűtőben. Értette ezt, hogy miért roblik meg ott minden? A méhhűtőt nem bántották. Mert ott szoktak egyébként jó csodák, vagy nagy csodák lenni, meg a fagyasztók. De ott megfagynak. Tehát ott nem érik túl. Róla. Ja, nem úgy értem, hanem itt a mamut embrió, meg ilyes. Ja, hát az persze. De én nagymamától egy-két farmos tojás, ezért a századforduló. Öt cíg kihasszik. Igen. Egy-két jóféle szilvaják már 1982-es felirattal. Tehát van ilyen. Na mindegy, úgyhogy ahogy mondom, Nagy Imre is megmondta, seregeink harcban állnak, de a kormány a helyén van. Úgyhogy egyelőre harcolunk. Aki kertesházban, családi házban lakik, az tudja, hogy ezek az invázió típusú dolgok nem egyszerű élethelyzetek. Mert hirtelen idegennek érzed magad a saját lakásodban. Tehát azt érzed, hogy neked kell újra rendezned az erőviszonyokat. Hiszen te pedig ott laksz egyébként. Egyértelmű. De jönnek a betolakodók, és egy perc alatt átveszik a hatalmat. Így van, ez egy invazív. És mindent akarnak. Mindent akarnak. Igen. És az a durva benne, hogy érted, azt gondolod, hogy igen, te vagy a táplálékláncnak a csúcsa, igen, te rendelkezel tudatot, felépített egy kis civilizációt, ami uralja a bolygót. Egy nagy. Rohadtul nem. Úgyhogy mindig kell valamivel küzdeni. Na mindegy. Ismételjük meg a tegnapi részt, hogy mivel is foglalkoztunk. Én ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, mert legalább meg tudom mosni a kolbászos kezemet, mert volt még egy kis ez az a hűtőben, és akkor gondoltuk, hogy a hosszú hétvég előtt még megszabadulunk tőle, felszereteljük, ti befajjátok, és akkor még hoztunk hozzá kis ezt, azt, amazt, aztán felé majd mi nyilván rá fogunk majd tölteni egy hogy hívják, hétfőn még egy nagyobb kontingens elhullott állatot feldolgozva, de nekem mondjam, én nem is tudom, mikor volt utoljára kolbászszagú a kezem. Fura látványú, hogy tenkel arra bejönni, hogy vágod a kolbászt nagy előszeretettel. Ezt láttam, ez fura volt. Én még örülök, mert ilyes vagyok, de fura volt látni, igen. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Jó sok témánk volt, szerettük az összeset, az egyiket meg is tudjuk mutatni. Ugye beszélgettünk arról, 9 óra után tegnap, hogy ugye játszunk a norvégokkal a pótselejtezőt. Igen. És kiderült, hogy... Nem játszadoznak ők velünk. Hát, reméljük nem így lesz, de valószínűleg ez a forgatókönyv, hogy játszadoznak a norvégok velünk, igen. És kiderült ugye, hogy Gárdai Pali, aki sajnos nem lehet szövetségi kapitány egyelőre, bárcsak az lenne, talán nem kéne pótselejtezőt játszani. Szóval a Gárdai Hertájában játszanak... Ideadóznak. Igen, játszanak olyan norvég játékosok, akik jönnek majd... Így van, ketten. A magyarok ellen meccse, egy középpályás talán és egy kapus. És felhívtuk Vince Ottót, aki egyébként baromi jó fej volt, és kedvelt minket, és nem szimpatikusan nyilatkozott, hogy csinálhat-e olyat egy kapitány, hogy lefárasztja a játékosait, mert ha a szíve hazahúz, és tudja, hogy srácok, persze, én vagyok a csapatkapitány, meg én mondom meg, hogy mi van, de ti mégiscsak norvégok vagytok, én mégiscsak magyar vagyok. Holnap mentek majd a magyar fiúk ellen játszani, rohadtul lefárasztalak benneteket. És próbáltunk Vince Ottótól tanácsot kérni, hogy lehetne ezt a két norvég játékos Dárdainak úgy tönkretenni, hogy ez ne tűnjön föl senkinek, de Dárdai küldjön azért egy smiley jelet nekünk a Vince Ottónak, hogy megtettem, amit megkövetelt a haza. A két játékos lépni nem tud. És Ottó, mint egy profi, egy hétpróbás, egy szőrös lőcsű profi, olyan tanácsokat adott nekünk, hogy valami hihetetlen. Tehát, hogy ő abszolút nyitott kapukat döngetik az ötlettel. Nem lepődött meg a felvetésen, sőt, tetszett neki a dolog, és azonnal négyféle lehetőséget mondott, hogy lehetne a kapust. És még volt, ahonnan ez jön. Hogy lehetne a kapust és a középpályást kikészíteni Dárdainak. És ő biztosabban, hogy ezt Pali meg is teszi. Úgyhogy meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt. 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk gyorsan, még egy friss közlekedési híre, mielőtt elmennénk Ákos híreire. Az M5-ösen Pest felé halad egy Kunságvolán busza. És a ködben a hátsó világítás nem látszik, de azért, mert nincs neki, figyelje mindenki, veszélyes, ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. És Városföld mellett az M5-ösön szintén van egy baleset. Ezt Tibi küldte el. Na, azt mondja, hogy
Igen, nagyjából ezek vannak. Ezek vannak. Szentendrei út Flórián előtt balesetrendőrök még nincsenek, ez fél hét előtt jött, és 4-es út Szolnoki elkerülőjén ismét van egy baleset Debrecen felé, Gyógyszeres Zsolti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hogy állunk Fekete Férjegennemben? Ez egy jó kérdés. Te szoktad kérdezni, de azt mondja, mert én nem sosem tudom. Igen, azt mondja, hogy hétfő játékos nyert, azt mondja, hogy Anna biztos megírtam. Kedden te, tegnap megint te játszottál, akkor 2-1 ide. Hihetetlen vagy matekból. Basszus, hogy összekaptam magam. Kutya fáradt, hogy összeraktad. És mi csak fél hét múlt 3 perce. És életéleket mutatok. Elképesztő, már nem már mit az agyam meg. Elmondtad, ki játszott, hogy nyert, és hármat beszél, de már az agyam is működik. Döbbenetes vagy. Óriási. Fél hét múlt pontosan 3 percet, drága hallgatók, ha játszanátok velünk, írjatok nekünk SMS-t, jó, küldjétek el, hogy kivel, milyen alapon lehet egy picit arcoskodni is, ha jól esik. Mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon, folytatjuk, Gyöngyösen Fere nagyköd van. Köszönjük szépen, Csuti küldte nekünk. Aztán, drágáim, már hazamentetek, vagy elhúzódott a reggel, szép napot nektek, Linda. Linda, nem mentünk haza, itt vagyunk, hát ugye kereskedelmi rádió vagyunk, országos rádió, a negyedórás hírblokk az egy kötelező NMHH-s vállalás, úgyhogy azért vagyunk milyenkor csöndben, aki nem országos, annak ezt nem kell megtennie, de nekünk negyedórát kell szolgáltatni. Fél hét és 3 negyed között. Meg itt mindenkinek jár a 15 perc hírnév, és mi úgy azt gondoljuk, hogy itt van itt nagyon kedves, exhibíciós ember, úgy hívják, hogy Ákos. Hadd beszélj. Persze, hát és egy kis révbe kell érnie. Igen. Igen. Na, megnézzük ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Igen, ja. Ilyenkor mindig olyan magányos szokat lenni az én. Egy kis, a kis a magányos, gúnyos kacajom ilyenkor azért fiázik a felé. A jövő héten rögzítünk egy-egy konzervbe. Rögzítünk egy nevetőségem. Ha hiányzik valamelyikünk, akkor tényleg meglegyen. Halló, jó reggel! Jó reggelt! Hello. Sziasztok! Hello, Ági! Ági, honnan hívtál minket? Jászágóról. Jászágóról. Kivel szeretné játszani? Janival. Köszönöm szépen a megtisztelést. Ez a lehetőséget. Essünk egymásnak, vagy esetek egymásnak. A többit megtudjuk rólad adásban. Jó, Ági? Jó. Na, ügyes legyél, drukkolunk, 3-2-1, tessék. Jászágó, az ugye Jásznagykun-Szolnok megyében van. Így van. Jól mondtam, ugye? Jól. Na, szeretnél kérdezni? Készültél a játékra? Vagy kérdezek én? Kérdezel, vagy kérdezek én? Te kérdezel? Vagy szerintem beszélgessünk. Beszélgessünk. Szeretnél beszélgetni? Szeretnék nagyon. Akkor parancsolj. Van egy történelem a kukacokról. A kukacokról? Érdekel téged az a téma? Persze, nagyon. Sokat tudsz a kukacokról? Eleget. A nagy vagy a kicsi kukacokról tudsz sokat? A nagyokról? Nem, a kicsikről. Tudok a nagyokról is, de az... A kis kukac, igen, bocsánat, meg belekezdjön, azt mondod, hogy igen, nem a kicsikről. Igen. Ne haragudj rá, meg kellett tennem, amit megkövetelt a haza. Haj, a kis kukacokról tudsz sokat, mi? Ugye? Igen, tudtam volna, igen. Ugye? Mert feljött egy emlék a kis kukacokról, és ott azonnal elbizonytanodtál, és azonnal bedurantottál. Ne haragudj, rögtön torokra mentem. De hát semmi ezt... baj. Mit mondtál volna, te is harcolsz, mint én? Igen. Komolyan, tényleg? Komolyan. Mondjuk nekem egy fiam van, aki horgász, és csontkukacokat szórt nekem szét a konyhában. Atya Isten, és van vége a csatának? Kiszabadulnak egyszer? Vagy lehet őket pusztítani? Visszaadják? Sajnos. Addig még kukacformában voltak, őket vadásztam 2 hétig. Utána eltűntek, megörültem. 2 hét után kikeltek, és jöttek a legyek. Jézus, atya, az kemény, Jézus, az kemény. Ezek nem volt kellemes feladat. Ja, ebben álltok, molylepke lesz majd, ha nem találjuk meg az összeset, azt mondták. Igen, az is izgalmas lesz. Igen. Köszönjük a játékot, puszi neked, jó hétvégét. Köszönöm, Ági, sziasztok. Sajnos nincs ajándékcsomag, ne haragudj. Semmi baj. Köszönjük, puszi, szia. Szia, szia. Ciao, hello. 5 perc van, 7 óra, ha van friss közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra után vagyunk, 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És köszönjük szépen a közlekedési híreket, nagyon sok jött, úgyhogy be is olvasnék egyet-kettőt, nem baj? Nem baj? Szerintem csinálod, én nem akadályozlak meg benne. Legyen így. Úgyhogy mondja nyugodtan. Veszteglő kamion. Én tényleg nem fogok szabadba vágni. Oké, csinálj, akkor már is belekezd. Hajrá. Veszteglő. Ja, bocsánat. 3-2, tess. Veszteglő kamion az M7-esen, Pest felé az Érdi lehajtó után a külső sávban, Bálint. Köszönjük szépen. Verőcéről kiérve Vác felé baleset van, én még át tudtam menni, de már terelik el a forgalmat, Magyar kút felé érdemes kerülni, Z küldte nekünk. Trafi Kerecsen és Eger között, vigyázzon mindenki, Gergő üzente, Bújfalu és Ártán között nagy a köd, Luiz, Hajdúszoboszló és környéke Tejköd, úgyhogy ott is óvatosan. Szolnoktól Jászberényig nagy köd van, csak óvatosan a hátsó ködlámpát kérem lekapcsolni, ha mögéd érek. Köszi, írja valaki, aki nem írta alá. Srácok, a ködlámpát még mindig nem tudja használni a magyar ember, segítsetek. Minden reggel elmondjuk, Egyszerűen nem tudunk változtatni. 10. kerület hatalmas köd, a Keresztúri úton, óvatosan vezessetek, Nyíregyházáról Budapestre sűrű köd, 2-3 felező vonal, a látó távolság, hátsó ködlámpa erősen javasolt, ez az M3-ason van, Zoller küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy sok kis apró dolog van, amiről beszélnünk kell. Tegnap odajött hozzám egy srác, megsimogatta a kutyámat Einstein felkiáltással, majd elvette a sportújságomat és elrohant. Ez visszajövőbe szintén. Igen. A sportújság, a Nemzeti Sport, a Sportalmanak. Az lehet bizony, egyébként. Az bizony. Igen, Einstein pedig ugye a doki kutyája volt. Érdekes volt látni, hogy tegnap tényleg mindenki mennyire ezen film utóéletének lázában égett, és online oldalak, portálok, napilapok, mindenki a Visszajövőbe című filmről. Vannak dolgok, amik egyszerűen nem tudnak elkopni, nem tudnak megfakulni, amiknek a fénye egy évtizedeken keresztül is, akárcsak például ez a Michael Jackson szám, de ugyanez igaz a Visszajövőbe trilógiára. És ugyanez igaz a Honfoglalásra Franco Nero-val. Igen. Ekkora film volt. Ekkora film volt. Bentára forgatva a Honfoglalás Franco Neroval. Hihetetlen jó színészek voltak, olyan Sinkovics Imre például. Jó, tehát, hogy igen, jó tehát, volt. Hogy jó színészek voltak. Franco Nero sem rossz egyébként. Tehát nem lehet rá mondani, picit fura volt kék, vakító, kék szemekkel, ahogy ott állt, mint a Árpád apánk. De hogy így tényleg, tehát amikor megjelenik a csodaszoros mögötte, 3 méterrel ott van a betonkerítés a drótokkal, tudod, tehát így nagyon kemény volt. Léci. Jó, a betont már évezredek óta használják a rómaiak, persze, de ennyire azért nem. Azt hittem, hogy csütörtök van, de kinéztem, és azt látom, hogy köd. Köszönjük szépen. Kisárpi, küldte ezt nekünk, reagálva. Ilyen jó kis viccel indulva reggel, de szeretjük. Na, mit szóltok ahhoz, srácok, hogy a Wikipédia lehozta, hogy Király Viktor a jövő héten veszíteni fog. Honnan tudhatnák ők ezt? Valaki bebukta a titoktartást? A 4KO-t is leközölték előre, nem csak Viktorékat, már a szám címét is tudni vélik, amit énekel. Nem á. Szerintük pont az a Jordan nevű srác nyerné a versenyt, akit Viktor is bámulattal emleget. Ezt Lemi küldte nekünk. Igen, én ezt több helyen láttam, sőt, mint több az egyik bulvárlap is megírta, hogy igen, a Wikipédia lehozta Király Viktor vesztését. Én remélem, hogy nem így lesz, nem tudom. Hát a Wikipédiát ugye azt szerkesztheti bárki. Bárki, ugye? Bárki. Tehát oda bárki beírhat, sokszor van egyébként rossz információ is pont ezért a Wikipédián, amíg észre nem veszik. Addig nem javítják. Tehát ha mi is rákeresünk Arany János életére, akkor te bele tudsz abba szerkeszteni egy bármikor, kicsit, nem? Ugye? Bármikor. Aztán ezt kiszúrják, mert azért ezeket figyelik a berakott posztokat. Anya neve Pőce Borbál. Például. Bármit bele tudok ki. És hát nem tudok mit mondani. Remélem, hogy nem esik. Én nagyon drukkolok neki. Nem különösebben szeretem a Viktor zenéjét, de itt most nem ez számít, az nem. Számít, hogy ott van hatalmas dolog, amit elér. Én remélem, hogy ez nem igaz. Hát akkor valaki a Wikipédiára, igen, vagy kim volt, vagy ott volt, vagy a stábból már tud valamit. Nem tudom, remélem. Remélem, hogy nem így lesz. Mi nagyon drukkolunk a Viktornak. Óriási dolog lenne, ha 20-40 ezer jelentkezőből, főleg Amerikában bekerülni a legjobb 20 közé az élőben. Úgyhogy remélem. Remélem ez nem így van. Vagy nem így lesz. Hát én is. Vagy valaki ezért hírezte el az ő bukását, mert nagy összegben tette a továbbjutására. Az is lehet. Mondjuk a 4KO-t megírni, meg a párbajdalt, tudhatnak valamit. Azért az jelent valamit. Hát igen, lehet, hogy valamilyen belsős ember szivárogtatja kifelé az információkat a stábból. Külsős nem lehet, hiszen az nem tudja. Amennyiáját, hogy megfogta. És még csak 4:48 lesz 2 perc múlva, és hogy? Már megcsillant. Érted? Így van.
így villanok, azonnal, ahogy felületet hagy, azonnal rácsapok, olyan, mint a vércse. Körözök felettet, és ahogy kihagysz, és egy picit nem nézel az ég felé, paf, én csak mindig egy kis bolondos nyulaska szaladgálok a mezőn, és egyszer csak érzem a karmokat a hátam, aztán pedig... Hey, repülök! Már viszlek is. Basz. Már rád is raboltam. Igen. Azt írja valaki, ez akkor a király Wikipédia. Igen. Reméljük, hétfőn vagy kedden van az ő következő fordulója. Uh-huh. Megnézzük, beszélni fogunk róla. Reméljük, hogy tovább jut. De azt nagyon jól tudjuk, ugye, ismerve már, picit megismerkedve a Voice-nak a szabálykönyvével, de részben ugye Viktornak köszönhetően, hogyha esetleg elbukna a következő körben Viktor a párbajban, akkor sincsen még igazából semmi gond, mert a mentorok közül gyakorlatilag bárki, neki annyira tetszett az ő előadás, meg annyira szimpatikus neki a Viktor, beveti a saját csapatába, és mehet tovább az élő irányába. Tehát, hogy még akkor sem lefutott a dolog, hogy a következő párbaját elveszíti. Csak így mondom. Döbbenetesen jó vagy. Bocs, megjegy. Most kiszabadult a nyuszi egy pillanatra. Igen. Basszus, jön a föld! És már ott van, igen. Na, és kaptam tegnap egy SMS-t, hogy ugye foglalkoztunk mi a távgyógyítókkal, és elmondtam, hogy a 6-os csatornán láttam egy elég fura gyógyítást, uh-huh. Többször lehetett őt látni a Budapest TV-n, Tihanyi Tamásról van szó, aki kiemeli a fantomgerincet, csavar rajta egyet, ezzel oda a messzesedés, visszarakja a gerincedet, és meggyógyultál. És valamelyik este, hát az én földi csatornáimon, ugye szörfözgetve bejött az RTV, a Pax TV, a 6-os csatorna. Tehát én ezeket imádom a legjobban. Tehát egy National, egy Spectrum, érted? Az bárkinek lehet. Én ezeket a kis pici apró zegzugokban elhelyezett, kicsi apró kis emberek által működtetett 8-10 fős kábel csatornákat szeretem leginkább. Igényes, kis szériás kézműves termékeket. Igazi magyar termék, igazi kézműves termék, nincs benne semmi mesterséges ízfokozó színezék. Mondom, Pax, RTV, zseniális, nagyon jó dolgokat lehet látni. 6-os csatornán. Felfedeztem, hogy Tihanyi úr még mindig kiemeli a fantomgerincet, megműti, és tegnap hosszasan beszélgettünk vele, betelefonált, hallgatott bennünket. Egészen szenzációs módon. Nagyon jó fej volt. Róla beszéltünk, aztán mondtuk, hogy hívjon valaki, akit már meggyógyított, és ő maga a mester becsörgött. Nem támadtuk, nem bántottuk, nem akartunk mi igazságot szolgáltatni, csak kíváncsiak voltunk rá, hogy értem, miért nyalják be ezt az emberek, miért ennyire hihető az, amit mond, miért hisznek neki ennyien, és volt-e már valaki, aki meggyógyult. Na, olyan nem telefonált azért. Nem. Tehát olyan nem telefonált. Nem. Viszont maga a mester, igen, és kaptam mester egy SMS-t, hogy a Vágó István bizonyám posztolt az ő Facebook oldalára, csak én nem tudok fölmenni, mert csak azt tud, aki ugye be van jelentkezve, én nem Facebookozom, nem vagyok Facebookon, és azt az SMS-t kaptam, de lehet, hogy te már közben meg tudtad nyitni, megvan. Hogy reagált a Facebookon, hogy neki már megvolt Tihanyi Tamás, aki küldte nekem az SMS-t, írt, hogy jelentsen ez bármit, vagy nem hallgatott bennünket tegnap, de hogy neki már megvolt Tihanyi Tamás. Megnézted, hogy mit írt a Vágó? Így van, itt vagyok fönt éppen, most is élőben, kedves hölgyeim, kedves uraim, kedves hallgatóim. Mit csinál most, közvetitek, Steve Carter official. Igen. Nagyon jó fej. Figyelj, István, nagyon-nagyon jó fej. Vágó István, nyugdíjas. Ez a hivatalos. És nem lenne ilyen korán komolyan rácsörögni. Igen, Vágó István, nyugdíjas. Imádom. Végtelenül jó fej, és tényleg reagált egyébként a műsorban elhangzottakra. Azt írta, üzenem Sebestyén Balázsnak, hogy nekem Tihanyi úr már megvolt, aki hallja, adja át, és belinkelte azt a bizonyos beszélgetést, amit aztán talán a Hajdunál követtek el így ketten, és akkor ott egymásnak esett, ugye Vágó István versus Tihanyi Tamás, egyébként egy több részes eposzról van szó, amit meg lehet találni a nagyobb videó megosztó portálokon, de hát mi mindenkinek természetesen azt ajánljuk, vagy azt mondjuk, hogy megtanácsoljuk, hogy menjenek fel Steve Carternek a híres nyugdíjasnak az oldalára, és inkább ott lájkolják, illetve nézzék meg ezt a bizonyos felvételt. Nagyon jó fel az István. Igen, mi ugye összeállítottunk egy stábot, és abban az utómunka a Vágó Istváné. Így van. Tehát nem végezheti más az utómunkát, mint csak Vágó ő. István. Csak ő. De nagyon jó arc egyébként, hogy erre így reagált, 22 óra ez a dolog megtörtént. Menjetek fel, nézzétek. Így van. És az operatőrünk ebben a stábban ugye Kamarás Iván lenne. Hát teljesen egyértelmű. Ki más lehetne. Jó, mondjátok meg Istvánnak, hogy írjátok be neki, hogy beszéltünk róla, sőt, egyébként a korrektség kedvéért azt is írjátok meg neki, hogy én már tegnap megemlítettem, hogy mi nem akarjuk ezt az ő orra alól elhappolni. Én tegnap elmondtam már, hogy a YouTube-on fent van, amikor ő vendégeskedett a Frisbee-ben, és hát megpróbálta ugye Tihanyit térdre kényszeríteni. Persze, hát mi nem akarunk egy beleavatkozni ebbe a dologba, mert úgy is tudjuk, hogy ez a gigászok csatája volt abban a pillanatban. Ez olyan, mintha mondjuk a ringsegédek megpróbálnak bemenni egy ilyen Tyson
Tyson Holyfield közben, és akkor így ők is beleütni egyet-kettőt a meccsben. Nem. Az igazi nagy küzdelem az nyilván Vágó István és Tihanyi Tamás között zajlott le annó. Igen. A Hajdónál. Nagy csata volt, ott ugye elvetett tőle ezt a mosógép fűtőszálat. Nem vízkötelenítem. Igen, és kiderült, hogy hát csak az ő kezében mozog. Úgyhogy megkaptuk, István, köszönjük szépen. Majd valaki úgyis beírja a Facebook oldaladra, hogy köszönjük, megkaptuk az üzenetet, írjátok meg neki, jó? Hogy ráírhatnék SMS-ben, de az a legjobb, ha beírjátok Facebookra, hogy vettük és elmondtuk. A YouTube-on fönn van, nézzétek meg mindenféleképpen. Így van, Vágó István nyugdíjas, így keresetek. Ez a saját titulusa, nagyon jó. Nagyon, nagyon jó forma. Ja, Istenem, megint írta Viki, megőrülök, komolyan mondom, megőrülök, megbolondulok. Kukacügy? Harcol. Képeket is küld? Nem akar sokkolni. Nem, nagy a baj. Az a baj. Valaki írja meg, hogy mit lehet csinálni. Kezdtek kiszorulni a saját lakásotokból? Igen. Egy barikád mögé visszavonult a család. Igen. Berino elős. Molotov koktélokat dobál maga elé, és a gyerekeket felkészítette a legrosszabbra. Igen. Beni molotov koktélokkal a kezében egy símaszkal a szája előtt, ilyen kötényel a szája előtt rohangál a saját lakásomban, és próbál. Ma lehet, hogy mamánál alszotok. Az összes hajlakot kifújta már úgy, hogy öngyújtót tett. Én nem tudom, komolyan, tényleg nem jó érzés, amikor idegennek érzed magad a saját házadban. Ezek a rohadékok nem akarnak. Óriás probléma, mert ugye sok embertől hallottad, már az utolsó szálig el kell őket pusztítani, vagy eltávolítani a lakásba, vagy átvinni a bocsékhoz, és bedobni a kertjükbe. Tehát, hogy, de már hogy tegnap letettem egy zsákot. Ja. Már egy nagy zsák kukacot letettem. Menjtek abba az irányba. Kibontottad a zsák száját, és a bejárat felé irányítottad. Kipakoltam a spejzt. Tegnap lisztet, amarántot, kesudiót. Minden megsemmisítettem. Frissen válogatott kölest. Frissen válogatott, a kis kezem által válogatott kölest válogattam, érted? Olyan voltam, mint hamupipőke, aki leszámolja a mágszemeket, a diószemeket, és kicsi verebek segítettek nekem, berepültek a lakásban. És elmentél a bálba. Elmentem a bálba, csak 42-es a lábam, és nem volt jó a cipő. Gerlék, varjak és gólyák szálltak le a kertemben, és együtt válogatták velem a kölest. A spejz úgy néz ki, hogy még te is, komolyan mondom, azt mondod, hogy egy csoda. Enni lehet a padlóról. Írja a Viki, hogy megint megjelentek. Dió van. Hol? Mi vagyok én? Zöldséges. Jó nap, hogy kívánok. Jó, nagy kis hajszak. Kívül zöldséges, nem, de jó, dió. Van, és fél kiló gránáttalmányos, illetve vigyen a lencséből, nagyon szép. Az a tévéapaprika, az friss. Nem, csak azért kérdezem, mert a dió. Mindig van nálam dió. Tapasztalataim szerint a dió. A dió a kedvencük. A Viki tegnap kotorászott a kukában, mert annyi mindenét kidobtam. Mire nem menj már jól. Én azt hittem, hogy futtak a műsorok. Tegnap este azt látta, hogy jövök haza, és a Viki nyakig benne van a kukában, mert kidobtam neki ilyen kedvenc. Nem takarodsz hozzám! Vigyük innen! Én vagyok az a drága feleséged. Nem, kiderült, egy csomó mindenét kidobtam. Annyira pánikban voltam, hogy hazamentem, és mindent kidobtam. És ő a spejzben tartott ilyen kicsi méz, nem tudom, ilyen kicsi üvegcsékben, tudod, mindenféle ilyen női dolog, ami ilyen fura dolog, mindent kivágtam. Egész szárnya. Igen, veréb, vércsenyak. Na jó, ne. És mit akartam mondani? Ja, igen, és mindent kidobáltam. Térdelt a kukában, mint Yoda. Mindent kidobáltam, és tegnap egy csomó mindent visszahordott. És mondtam neki, ne hordja vissza, de megmutatta, hogy ezek üvegben vannak. De ez Louis Vuitton. Igen, ez a táskám. És erre nem pusztulnak el. Hívjak rovarírtót? Hívok rovarírtót? Szerintem nem rossz egyébként, de ez egy kifejezetten használható ötlet. Vagy adjon tanácsot nekünk rovarírtó. De őket lelángszorozzák, leégetik, elcsalják őket, mert rájöttem, mondom ezt reggel, elmondtam, hogy kirakod a műzést. Nem, az emberek szeretik a rovarírtókat, miért bántanák őket? Miért kell őket elcsalni? Miért kell őket lelángszorozni? Hív föl őket egyébként, kijönnek. Abszolút 5000 forint per óra. Ha van rovarírtó, hívjon föl bennünket. Mondja el, mit lehet csinálni. Én kifizetem a tanácsot, jó? Mentsen meg a kukacoktól. Megyek, veszem a telefon, csak egy mondat még, hogy levendulát és a mézes madzagot próbáltak? Szivat, nem? Persze. Nem, és komolyan. A két deci csiganyár. Így van, meg az apró madzag. Komolyan. Vagy egy tálkába kiteszel egy kis mézet, nem tudnak neki ellenállni, és beleragadnak, vagy bemézezel egy madzagot, és hát nem túl esztétikus, de föllógatod, mint kis tálókba. Biztos, már látod magam előtt, hogy pipiskerek a kis boxer alsóban, egy bemézezett madzagot próbálok fellógatni. Egyelőre a legjobb, amit Jani tegnap mondott. Csuknak partvis a seggébe, föltoltam a tyúkat, és leszedegetik a mennyezetről. Éjszakára eltűnnek, reggelre megint megjelennek.
mert éhesek. Ki vannak éhezve, ki kell tenni a mézecskét, és rámennek, beleragad. De ha eltűnik, amikor vadászszőmüket majd megjelennek, azt jelenti gondolkoznak, okosak, visszavonultak, és ma megint megjelentek. Tehát valahol van egy bázis a házban, érted? Bázis valahol ezek tanyáznak, kidolgozzák a aditerőt. És hogy van ez? Reggelre valaki éjjel... kiadja, most kivonulunk, vagy egyszer indulnak el? Tehát, hogyha éjjel eltűnnek, és reggel megjelennek, akkor tudod, mit kell csinálni, éjjel kell rájuk lecsapni, amikor alszanak. De nem találom a fészket. Nincs meg a fészek. Tehát tegnap azt vártam, hogy jön az a katarzis, hogy kibontok egy lisztes zacskót, belenézek, és azt mondom, ott és ott megvan a fészek. Nyüsök ezer ilyen kis kukac. És középen egy anya királynő tolja ki. Igen, igen. Persze, kicsi tojásokat rak, persze, és ez sav jön a szájából. Igen. Nincs meg a fészek. Estére visszavonulnak, reggelre megint megjelenek. Van egy főkukac, őt kéne lefézni, a kapitányt, aki azt mondja, gyertek, támadunk? Tehát akkor tudatuk van, valaki irányítja jó, őket. Jó, de ez nem olyan, mint a klón hadsereg, hogy kinyírod az, a legfőbb gonoszt, és akkor mindenki összeesik. Egyébként lehet, hogy ér. No, de értelmes tudatot abszett. Feltételezek, igen. Ha visszavonulnak, majd előjönnek. Igen, igen, igen. Tehát valaki kell, hogy nekik diktáljon. Biztos van főnök. Biztos, hogy van. Ő más színű? Viszi az ászlót? Honnan ismerem meg? Szerintem ez olyan helyen kell keresni, ahol egyébként ritkán jártok, igen? Ritkán nézelőtök, mit tudom én, könyvespolc. Igen, nem most a lexikonok között. Ja, vegyétek le a Larousse-t, a nagy enciklopédiát. Igen, és nyissátok ki. Így ott telelnek a rohadékok. Lapozzál el a lexikonban az ő igaz, ön iróniái, ott biztos, hogy nem. Igen. Ott nézz a tükör mögé, azt is nagyon sokszor használod. Főnök szerintem elegáns dolgok között lehet, tehát olyan dolgok között, ami menő. Nem lexikon között, hanem ezért. Nem, az olyan, túl nagyon merítés nálunk. Rohadt, semmi. Minden menő, vagy valami nagyon-nagyon menő dolog. Semmi nincs már a spájzban. Hát mondom, persze, valami nagyon drága. Tegnap 11 órától 1 óráig ahelyett, hogy aludtam volna, hamupipőke voltam. Verebekkel válogattam. És mindent kiszortam. Viki hazajött, és komolyan mondom, melyik szerettél volna a látsz. A kis spájzommal pakoltam, kihortam, rendeztem, közben a Noelot nagy szemekkel nézett rám, érted, és nem érted, hogy az apja megőrült. Akkor ezért jöttem a tűsarkuba. Hogy tudok mindenből mindig én kijönni? Már megmondtam, hogy nem, azért jött a tűsarkuba, mert a tűsarkú vádlit csinál. Hát ti is ellenem fordultak, mikor kukacokkal harcolok a lakásomban, még ti is ellenem vagytok? Figyelj, pince, beton, meg kell bontani. Hát ha nagyon jönnek a kukacok, előző bérlőt tettem meg. Nehogy aztán, nem? Nehogy aztán kiderüljön. Most, hogy, mi lenne? Hogy volt egy eltartási szerződés egy nénivel, aki 93 éves koráig nagyon jól húzta, és az Istennek nem akart meghalni, és az előző tulaj meg azt mondta, hogy na jó nénike, sokáig fizettük ezt az eltartásit, elég ebből. Hássa fel a hátsó kertet. Hát szerintem talán érdemes lenne, hátha. Ott fekszik egy néni, igen, ez is lehet. Simán lehet. Mert arra is gondoltam, hogy a szennyvízen valaki följött, mármint hogy valami patkány valami, az ott belefulladt, és a kukacok erre jönnek, de kiderült, hogy ezek nem ilyen típusú kukacok. Érted? Tehát, nem hiszem. Nem hiszem meg. Hát most nincs olyan, hogy a gyerek búrjázik a fantáziát. De nem arra gondolok, mint amikor Benni fogott egy egeret. Igen. Az egeret valahol ő letette, nem szólt, berakta a fűtőtest mögé. Uh-huh. Vagy a hűtőszekrény mögé. Az egeret megette egy macska, a macskát megette egy kutya. Igen, a kutyát felzabálta egy kakas, egy velociraptor. Itt a két tírek szóval. Most már tényleg aludjatok, rohadt életben, mert holnap is forgatom. És a gyerek valahol lerakta, tehát már ilyen paranoiás képzeteim vannak, hogy a gyerek valahol lerakott egy meghalt varangyos. Nincs bácsátra, meg kell kínozni Bennit. A gyerekből valahol ki kell húzni a titkot. Lerakott egy varangyos békát, igen? Nem szólt az apjának, hogy apuci, van egy kis baj, leraktam, elpusztulni. Ilyeneket hoz az állandóan. Kígyót hoz, varangyos békát, gekkót hoz, mindig megfog valami. Tele van a zsebe ilyen vörös hangyákkal. Tehát a gyerek komolyan mondom, hogy kis bodzoli. Tényleg. Lerakta valahol. Igen. És erre jönnek ezek a rohadékukat. Megfeledkezett róla, ártatlanul elment a kis játékkal vátszani, ott hagyta az apjának a varangyos béka tetemét. Mit csinálnak a kukacok? Elhordják a varangyos békát. Tehát előbb-utóbb látom kell egy kis pracit, amit viszik el. Igen, hogy igen, mászik. Akkor tudom. Nézd már béka háttal, és milyen merev a testtartása. És nézd a plafonon mászik. Hogy mászik a plafonon. Igen, gurul átán. Van egy rovarírtók? Ú, de nagy segítség lenne. Halló, jó reggel, ciao. Hello, szia. Hello, Gyuri, köszi, hogy csörögtél. Te rovarírtó vagy? Igen, igen, kis vállalkozásom van, ezzel foglalkozunk. Írtjuk a rovarokat. Hú, de nagyon jó. Ez jól hangzik. 10 óra 30 perckor plusz kiszállással, kannával a hátadon, kispricnivel, nagyon szívesen várlak. Ja, ezt így kell elképzelni egyébként? Tehát úgy nézel ki, mint rovarító, mint mondjuk a mit tudom, Man in Black-be? Hát kicsit igen, hasonlít a dolog, inkább mint a szellemírtókban. Szellemírtók. Komolyabb a felszereléstől. Milyen kukacok ezek egyébként? Lisztkukacok, molylepkék? Már egy a mi leírásunk alapján.
Hát ez a nyugati kutatók szerintem ez asarványmolynak nevezik, egész pontosan. Ez egy karcsú moly féleség. Karcsú? És neki karcsú. Ez igaz karcsú. Tehát nem olyan kis dagat, hanem olyan kis karcsú. És ennek gyakorlatilag a lárvája az, amelyik a gondot okozza, amit köznéven kukasznak hívnak a népek. Ismerős. Kukasz. És ez eszi a különböző gabonákat, különböző... Hogy lehet, hogy éjszaka visszavonulnak és reggel megjelennek? Tehát, hogy ki a vezér? Hogy ennyi szakban dolgoznak. A vezért kell megtalálnom. Hogy van a telepatikus úton kommunikálnak? Honnan tudják, hogy mikor kell eltűnni, mikor kell előjönni? Amikor hát, keresjük őket, nincsenek, hajnalra megint megjelennek. Igen, hát kapcsolja fel egy villanyt, és akkor ott lesznek egész éjszaka. Tényleg? Hát persze. Fényre jönnek. Azt hittem a dióra, meg a műzlire. Arra is, de gyakorlatilag a lepkék, azok a pillangók, azok a fényre jönnek el, a mesterséges fényt is szeretik, és ezzel lehet csapdázni is őket. Jó, hogy akkor éjszaka világítok nekik, ja, oda fényre. Jönnek. Fényre! Basszus, még rejön, hogy azt érted, hogy fémre jönnek, majd mondani akartam, hogy fény. A világosságra akkor másképpen fogalmazok. Igen. Ti mivel írtjátok őket? Hát permetezéssel, úgynevezett hidegkötkezelésemnek, mondjuk egy lakossági alfaja, mondjuk egy úgynevezett aeroszolos készítmény, de ugyanezt... Tehát bejössz egy ilyen tartállyal, a házas spriccelsz hármat, brutálisan bespriccelsz és vége, elpusztulnak? Brutálisan bespriccelünk, létrehozunk egy méregmezőt a felületeken, a fal felületeken. Na, hogy fog ennek örülni a méregmezőt? Egy jó kis méregmezőt. Mama, hemperegjen már meg, mert gondolj. Jégmezők, hómezők, meg a méregmezők, igen. És mellette pedig egy ilyen hidegköd képző készülékkel hidegködöt képzünk, ami órákon keresztül lebeg abban a helységben, és addig is írtja a De nincs dolgokat. Konkrét adott helység, tehát hogy hol a nappaliban vannak, hol a konyhában, hol az étkezőszéke jönnek alulról, tehát hogy ravaszak a rohadékok, mert hogy nem egyöntetően támadnak. Igen, jönnek, mennek, tehát finoman használják a lakást. Néha kicsit tévéznek, néha kicsit az étkezőben vannak, visszavonulnak a spájzba, amikor bemegyek jól a pofámba röhögnek. Tehát olyan életet élnek, hogy már egy tudtál a szobába, és két kukac éppen toltak is már. Balázs, léci, tapintad már. Tegnap megyek haza, és kettő darab kukac feltett lábbal, érted, mulatja az időt a nappalimban, és kapcsolgatja a tévét. Hát láttál már ilyet? Igen, vannak ilyen helyzetek, de ilyenkor már el kell adni a lakást, ez a legjobb megoldás, át kell költözni egy molytalan ingatlanba. Volt már ilyen, hogy valakinek egyébként hasonló rovarok miatt ki kellett költözni a házból? Olyannal találkoztam, hogy egér miatt költözött el egy hölgy, fóbiás volt, és fölment hozzá a 13. kerületben egy újépítésű helyen a 4. emeletre az egér, akkor azt mondta, hogy na hát ez milyen ház ez. Krisztán, és kettő hónapon belül költözött, igen. Pedig meglett az egér, de ennek ellenére költözött. Megmondom, annyira fél tőle, hogy ezt nem bírt elviselni, nem? Igen, meg az, hogy oda már egyszer bement, akkor ez már az ő territóriumát megsértették, és így, hát ilyen fóbia gyakorlatilag. De az nem lehet, hogy valahol egy halott állat van, és arra jönnek, tehát ezek kifejezetten nem olyan kukacok, ugye? Hogy ezek nem azok a típusok, igen. Azért egy félig meghalt békát a Viki párnája alá, viccből, mert ezt simán megcsinálja egyébként, és fölhajtam a párnát, ott a béka, és rajta 4000 kukac, tehát nem olyan típusú kukac ez. Jó. Nem, ezek kimond a növényi kukac. Élelmiszerből táplálkoznak. Jó. Hallottad, egy lakossági alfaja. Valami, ugye ezt mondtad, ezt a kifejezést használtad. A lakossági alfaja, azt mondtam, hogy a hidegkötképzőszer, amit használunk, annak az egy aeroszol, tehát egy ilyen spray, amit az emberek megvesznek a boltba és szétfújkálnak, általában kicsi. Jó, ez a feltér, miért nem mondta tegnap? Neki is van egy lakossági alfaja. Így van, egy 156-os alfaja. Figyelj, ugyanitt ágyi poloskát vállaltok? Mert van baj nálunk bőven. Dehogy is. Ágyi poloskát. Most már érted, felültem, mivel minden kártyában nyitlapokkal játszom. Persze, poloska. Kéne egy csőgörény, két porszívó, és ágyi poloska írtás. Én már megőrültem, mert éjszakánként a sok miattyákzal, és megnyitottam a fürdőszobát, és láttam, hogy egy csomó imádkozó sárkom. Igen, hozzatok mindenszer. Jó, lehet, hogy akkor hívnálak adás után, hogy tényleg tartállyal, hegesztőpisztolyjal, feszítővassal, mindennel felszerelkezve gyertek hozzám, jó? Rendben, állunk rendelkezésetekre. Jó, de nyugtass meg, bontani is kell. Azt mindenféleképpen, bontakolapás nélkül lépésre. Na hát, bocsássak. Arra tudtok valamit, hogy hajnalban így a lábam között apró csípésnyomokkal ébredek? Az mi lehet? Bajdán az asszony. Hát ennyi. Fajszáraz! De hagyd, fél 11-kor találkozunk ellenállam. Szerintem el leszünk. Okay, jönnöd kell, hívunk. Köszi, vigyázz magadra. Ciao, hello.
kukacaim vannak, és pajzán az asszony. Pajzán az asszony. Érted? És így még csak csütörtök van. Előttünk vágod vissza a Viki körmeit, és a fele már megoldott problémákat. Fél nyolc múlt, pontosan 3 perccel Ákos elmondja a híreket, ha valaki Jóven bácsival játszana, jelentkezel játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Háromnegyed nyolc múlt, pontosan 1 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hatalmas köd van Budapesten, és látjuk, tehát alig látjuk a Grupa Marénát konkrétan, akkora köd van, és nagyon sokan írjátok, hogy sokan nem tudnak ködlámpát használni, szóljunk, mi mindig mondjuk, hát ennél többet nem tudunk tenni, mint hogy mondjuk. Igen, és hát emiatt sok is a baleset. Nagyon figyeljetek oda, ne így fussunk neki a egyen hosszú hétvégének. Így van, a nagy köd miatt tényleg sok a baleset. Két kamion ütközött a Szentendrein befelé a Raktár utcánál, és hát alakul a dugó. Az M5-ös Pesti bevezetőjénél, a Nagy Sándor József utcai felüljárónál magyar természetfotós van. Mindenképp 30, illetve 300 ezer forint között talál gazdára. Milyen szép megfogalmazás, nem? Szép. Magyar természetfotós. Intelligens kultúrál, picit fura is nekünk. Verőce Vác között terelés miatt terelés van és baleset. Pontosabban a baleset miatt van terelés. Szép volt bal. 10-es út, 50 perc, 2 kilométer, hurrá hétvége. Copfocska küldte nekünk. Aztán M6-os Pécs, Bátaszék, Nagyköd. A 4-es úton, Szent István hídon 2 kamion puszilkodott, a városon keresztül terelik a forgalmat, akinek sietős, menjen gyalog, forgalom sebessége 1 km/h, dugó alkatrész, küldte nekünk. Szóljatok már a KRV 741-es rendszámú kocsinak, nincs hátsó világítás az M3-as pályán, remélem titeket hallgat, köszi. Dunavecse után egy műszaki hibás autó áll az úton, nagyon veszélyes, mert köd van, Trafikomáromban, a Szőnyi úton, valamint Szolnok felé, a 4-es út Szolnok előtt. Elesett. Azt a mindenit. Tök jó volt ez a kis kova. Jó, abszolút. Nagyon jó. Vidám zenekar. Nagyon jó kis zenekar. Egyébként a Még nem éden, a legutóbbi albumunk, az már platina. Igen. Platina lemez lett. Mondjuk manapság már sajnos nem azt jelentik a platina lemezek, mint amiket jelentettek, vagy 5 évvel, 10 évvel, 15-20 évvel ezelőtt, de azért 4000 darab már. Gazdára talált. Szörnyű dolgot kaptam a hallgatóktól. Szilvi azt írja, hogy biztos, na, hogy... biztos, hogy kezelhető. Igen, biztos, hogy élelmiszer moly, nem vaspondró. Vaspondró. Érted? Látszik, hogy mindenkinek megvannak a saját kis démonjai. Igen, mindenki küzd vaspondró valamivel, ki lepkével, ki moly lepkével, ki pedig a vaspondróval. Mert van ilyen állítólag, hogy vaspondró lepi el a lakást, és hát ez ember állítólag ártalmatlan, viszont október elején kezdődik az inváziójuk, és a meleg idő kedvez az elszaporodásuknak. Vaspondró. Na mondjuk, hogy a vaspondról lepri el a lakásotokat, vagy a házatokat, akkor már ott tényleg nem segítsen, mert csak a napalm, meg a szőnyeg bombázás. De ez mit jelent, hogy elhordják a lakásodat egy végtelepre? Tehát ha látod, ahogy, látod, ahogy vonulnak, és közben kiabálnak, hogy vasat veszek, vasat veszek? Viszik a hátukat. Azt mondja, hogy nem kell méreg, nekem a spájzban volt moly, kidobtam a darát, diót, amiben volt, utána néhány rozmaring ágat tettem be, azóta nem jönnek elő, egy év alatt megszáradt már a rozmaring, most cseréltem frissre, Judit küldte nekünk. A kamillában és a filteres teában találtam a fészket, a piros paprika is esélyes. Ági. Nagyon jó. Figyelj, ezekből tudsz szerintem a felé neked hozni. Majd megmondjuk neki, hogy ne csak a frissnölt disznók után töltött hurkát, meg kolgát, bászokat cipelj magában, egy kis rozmaringot is. Felénél mindig van egy kis rozmaring. Igen. Nekem fel volt a lakáskukaccal, a kamrában nem volt, minden bútort elmozdítottam, több helyen is volt fészkük, polcok, szekrény, asztal alatt, a leglehetetlenebb helyen is, ki kellett írtanom, nagy takarítást csináltam, utána Erika küldte nekünk. Én ugyanígy jártam 2 hete hosszas kutatás után, megtaláltam őket egy bontatlan darált kekszes zacskóban. Ja. Akkor rakták ki magukat, gyakorlatilag aktor benne voltak. Hozzátenném, most építkezünk, a ház 1 hónapos volt, a frász kerülgetett, Lilla küldte nekünk. Nagyon-nagyon vigyázni kell ezek a dolgok, iszonyatosan rafinált állatok. Igen, Balázs szerez be 2 tyúkot, az összes tyúk összecsipkedi őket. Igen, hát János megfejtette ezt tegnap, hogy ugye ha mennyezeten vannak, akkor is a tyúk és a kakas, egy apró kis seprűt kell a fenekükbe tolni, csak feltartani, és ezt a hangot adják. És lecsipegetik a mennyezetről. Ez egyébként föl. Nem, most ez amikor a tojást. Föl. Amikor a tojást elveszed alól, ezt a hangot adja. Soha nem felejtem el, gyerekkoromban rengeteget hallottam. Igen, jól hozod.
Az a durva, hogy jól hozod. Tényleg. Valás, a üzenem nekem, a morzsapor szívóban tenyésztek ki a kukacok. Egy év volt, mire rájöttem. Móni írja, Móni, drága vagy, tegnap ugye én is morzsapor szívóval harcoltam, majd kivittem őket a kertbe, és a slaggal a szétszedett morzsapor szívót egy méterről, mint a szellemírtő brutális vízsugárral gőzborotvaként lőttem úgy szét, hogy ott egyszerűen semmi. Igen, csak azért nem éles, semmi nem maradt életben. Meg nem, sajnos a Balázsoknál nem működik csak egy bizonyos távolságon belül, mert nincsen hálózat, hogy hosszabbít a morzsapor szívónak, szivargyűjtőről működtet, és ezért mindig be kell tolatni a házba, és nagyon nehezen tud felmenni az emeletre a roverre. Picit melós, de a gyereknek nagyon tetszik. Balázs, Vaspondról ellen a legjobb a mágnes. Mi is van, meg is vagyunk. Meg vagyunk. Mágnes, nekem bemegyek a kezembe a házba, és azonnal meg vagyunk. Na jó, van, drágák vagytok, köszi a tippet. Látszik azért, hogy sokan sokféle állattal küzdenek. Uh-huh. Tehát mindenkinek volt már hangya inváziója, molylepke inváziója, Vaspondrója, ágyi poloskája. Igen, hát sajnos. És akkor még nem beszéltünk a puszpánk mólyról. Persze. Van ilyen tényleg? Van. Na jól van, játszunk. Óven bácsival már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Tündi, hello! Sziasztok! Szia! Jó reggelt! Jaj, de imádom a nevedet! Ó, köszönöm szépen! Annyira! Én is a tiédet! Köszönöm szépen! Ez inkább az udvarias rész volt, de én tényleg! Tehát a Tündi az egy annyira cuki név, tehát hogy így egyszerűen olyan jó a hangzása. Mindig egy ilyen jókedélyű, helyes, kedves kis nőt vizionálok a név mögé. Te is ilyen vagy? Igen. Na jó. Pontosan. Nem, végre egy unalmas, retteget hárpi a házi sárkány. Végre egyszer valaki őszinte a rádióban. Na. Látod? Hát ilyenek vagyunk. Honnan hívtál minket? Győrből. Most mindennek örülsz ma reggel, Jani? Szeretem Győrt. Hagyjál már, mit nyalereskedsz? Hát most Kecskemétet mondott volna, azt is szeretnéd. Még te mindent szeres. Igen, neked nehéz olyan mondani. Valahol ott a közelben van valami. Valahol van tecsó, meg áll lesz állítás, ott én mindenhol ott. Turkáló, tecsó, várok, csak már meg vagy. Így. Mivel foglalkozol, Tünde? Könyvelő vagyok egy könyvelőirodában. Egy könyvelőirodában. Szereted? Igen. Szeretem, igen. Ja. És a kolléganőimet is szeretem. Igen, ők is ott vannak? Szeretem kérdezni, ott vannak ők is? Ők is itt vannak. Hát gyakorlatilag a 90%-át izzítottam itt az irodának, hogy leljenek. Nagyon jól neveltek, nagyon csendesek. Hó, vége van, nagy a kapkodás. Tudják, hogy hát annyira nem, de szerintem nálam most senki sem idegesebb. Na, mutatjuk, mit csinálnak, jó? Figyelj! Jó. Hoppá! Jönnek hozzám kukacot enni. Jön a varrófiúsba. Igen. Na figyelj, ez egy... Atya, úristen, ez egy... Ez soha nem fogod kitalálni. Szegénykém. Jaj. Na, mutatjuk, jó? Figyelj, próbálunk segíteni. Jó. Nyakában lóg egy kis Ó, Kalánka néni. Az hát! Óriási vagy! Ennek az az eredeti címe? Az, Kalánka néni. Gyűlöltem! Gyűlöltem! Nem a Csip-csup csodák? Mi? Csip-csup csodák? Jó, de a dalnak viszont ez a címe, azt elfogadjuk. Igen, tehát a Csip-csup csodák volt a címe, de Kalánka néni volt benne. Csip-csup csodák, de a Kalánka néni, néztem ezt a mesét. Szörnyű volt. Szerettem. Tényleg? Szerettem. Na, hát akkor én is. Lány vagyok, hát persze, hogy de, szerettem. Volt valami kanala azzal oldott, valamilyen varázskanál, vagy mi volt, nem? Igen. Jó, én ránéztem a címére, azért mondom, hogy soha nem tettem, hogy Csip-csup csodák, mondom, atyaisten, de így, hogy Kalánka néni, így rém lett nekem is, igen, így azért nekem könnyen. Is, igen, ez a így, hogy mondtad, hogy Csip-csup csodák, így oké, és így nekem is beugrott, de a Kalánka néni az. Hú, olyan Méri Poppinsos volt, én nem szerettem. Igen, a magyar változatban kapta a Kalán néni nevet. Egyébként Csip-csup csodák volt az eredetie. Uh-huh. Jó, nagyon ügyi vagy, tényleg, megvan az ajándékcsomag, hát ez gyors volt. Köszönöm szépen. Hú. Nagyon örülök. Megkönnyebbültél? Meg. Jól van. Jól van. Feldobódott a napom is, úgyhogy... Látod? Olyanok vagyunk, mint egy endorfin bomba. Látod? Igen. Hallgatsz bennünket, és jobb kedved lesz. Így van. Tűnik-e, puszilunk, köszi a játékot. Én is köszönöm. Ciao, hello. Sziasztok. Sziasztok, puszi, jó hétvégét. Sziasztok, hello Győr. Nézd.
Jézus. Mondjuk már is mindjárt. Majd rosszul kilogottat csak magamtól. Jézusom, mindjárt. Figyelj, neked is van akkor egyébként olyan rajzfilmek, nekem például ez a Csipcsup csodák, meg mondjuk a Varjú Dombi mesék, meg a hogy hívják, a Pumukli basszus, ezek mind olyanok, hogy még most is borsozik tőle a hátam. Meghallgatjuk a híreket, ezt mondd el nekem szünetben. Jó, jó, oké, bocsánat. Szia, hello Győr. 58 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk. 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ketten vagyunk, mármint ami a műsorvezetők számát illeti, mert hogy Ferencünk ma elment, és hogy is mondjam, tulajdonképpen segít a népszaporulatot, az állat népszaporulatot kordában tartani. Így van. Leöli az ölésre váró állatokat. Nem szeretné, hogy a bizonyos fajok túlburjánzanának. Így van. Például a sertések. Tölt, dagaszt, és minden csinál, hurkát, kolbászt. Ugyanis egy kolbászfesztiválon van talán, ugye? Így van, és most egy plusz napot beiktattak már a szervezők, mert hogy az utánpótlást, a böllér, a mészáros és a fogyasztó utánpótlást is gondozzák, tehát a gyerekeket is már oktatják, és felül valahol egy ilyen gyerekhurtok, ha töltőnek a kezelését oktatja éppen. Igen. Valószínűleg valamelyik csemetének most ebben. Na, mindig panaszkodik rám a Feri, hogy amikor mond valamit, akkor nem figyelek, és mondta, hogy hol van, csak aztán nem figyeltem, úgyhogy... Nem is nem megvan. Nagyon klasszik. Szóval Ferencünk ma nincsen, dolgozik a népért, szorgos kis kezeivel. Hát hurkát tölt, kolbászt hoz. Ő ezt nagyon élvezi, nagyon szereti. Gyakorlatilag reggeltől estig megy, beszél, csacsog, felkonferál, lekonferál közben, kóstolgat ezerrel. És ez az ő világa. A műsorvezetés egy másodlagos dolog. Feri, ilyenkor tényleg. Feri itt teljesedik ki. Itt hal a vízben. Illetve hát ő mondjuk nem, mint Feri a zsírban. Hurka fesztivál, kolbászfesztivál, malacölő verseny, malac, üld meg, öld meg a malacot, imádja. Perzseld a disznót, süsd a szalonnát, igen, törst a hurkát, dob messzire a sonkát, vonszold a disznót, szaladj el a makkal, védd oda a balacnak, hozd el a malacot, hízd le fel a malacot, hozd el a malacot, vágd le a malacot, dolgozd fel a malacot. Így van, tehát ebben ő abszolút kiteljesedik, úgyhogy ma nincs, de igazoltan van távol, és jó mulatást kívánunk neki, egy kicsit pihen, de neki abszolút, mindegy, abszolút egyébként csak malac, teljesen mindegy, hogy melyik nációhoz tartozik, a japán malac is jött, a mangalica. minden jó neki, igen. Na, végre kispéntek, ide egy hallgató, igen, végre kispéntek, csütörtök van, hogy elröppent ez a hét, mondtuk mi már ez szerdán, és hát valóban vége a hétnek. Holnap ugye munkaszüneti nap van, aztán hétvége. Szerencsések vagyunk ebben az évben, egészen jól jönnek ki a dátumok. Azt hiszem, talán augusztus 20 is jó volt, október 23-a is nagyon jó. Tavaly ilyenkor még szeptember volt. Így van. Húsvét megint hétfőre esett. Abszolút szerencsések vagyunk egyébként. Meghallottam a rádióba, ebbe a rádióban, más nem hallgatom. Csak egy közben. Ne írjátok meg, hogy húsvét mindig hétfőre esik. Volt. Igen, 31-e mindig szilveszter, hogy hallottam egy olyan reklámot, amiben már megjelent a télapó. Hózás volt, meg száncsengő, meg ilyesmi. Most, az előbb, vagy egy mit tudom én, 10 perccel ezelőtt, és így meghallottam, és így úristen. Már nem is érzem egyébként annyira távolinak. Tehát ha azt megnézel, akkor két hónap múlva ilyenkor már nagyjából ünnepi hangulatban sokan már főzik a karácsonyi menü. Tehát mához két hétre, vagy mához két hónapra, ugye már december 22-e van. Tehát Feri, már... melyik kocsony a fesztiválon? Konferál. Jó, hát ugye, abszolút már megnyert két böllér fesztivált, már három hentes fesztivált, és négy mangalica fesztiválon már elhozta az aranyérmet. Szóval most már nem annyira feltűnő. Ez inkább szeptemberben, az indián nyárban, a 26 fokban, ott még egy kicsit fura. Így október végén már azt mondom, hogy kezdek lassan átszellemülni én is. Most már belefér. A karácsonyi díszeket látok, ha olyan boltba megyek be, ahol azért most már ünnepi díszbe öltöztették a boltot, már nem zavar annyira. Ugye augusztus végén, szeptember elején az egy picit meleg. Tehát amikor belekényszerítenek tényleg, hogy érezd már át augusztus vége, hogy jön a karácsony mindjárt, te meg összerezzensz, hogy még nem vettél senkinek ajándékot, nem? Igen. És hirtelen lelkifurít lesz, hogy úristen, szeptember 4-e van, még senkinek nem vettem ajándékot. Jézusom, mi lesz? Hiszen már csak 3 hónap is karácsony. Na mindegy, igen. Most már belefér, most már az idő is olyan. Tehát most már kicsit ködös, hideg, itt már tényleg nem zavar. Ma reggel 0 fok volt. Igen. Szerintem ez volt a legalacsonyabb hőmérséklet most éppen, legalábbis felénk. Nulla fok. Innen már csak egy ugrás, ami összegy. És hát téged mindig hazavág a talajmenti fagy, nem? Viccelsz. Kezdem, lába elfagyott.
Üszkösödött. Elértem a villamos, hogy már mindenem deres volt. Úgy kellett, hogy felvegyél a kocsi, hogy itt megállom, és üszkösödtél. Konkrétan fagyási sérüléseid voltak, úgyhogy gyorsan bokrocot tettem, forrót átítattam veled, és behoztalak. Láttam, hogy nagyon baj vagy. Kicsi Jani, tarts ki. Na nézzük a közlekedési híreket, hogy mit írnak a mi drága hallgatóink. Két kamion összeütközött a Szentendrein befelé, a Raktár utcánál. Luk 286 a forgalom, de nem Luke, hanem csak LUK. 286. Aztán M3-as 63-as kilométernél rendőrautó figyel, és brutális köd van, nehéz észrevenni, 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Verőce Vác között terelés van baleset miatt, Viktória üzeni, valamint a 10-es út 50 perc alatt 2 kilométer, nem túl jó eredmény, Cofocska üzente nekünk. Szentendrein a Raktár utcánál kamionkoc, hatalmas dugóban, próbáljatok kerülni, M6-os Pécs Bátaszék nagy köd, a 4-es úton Szent István hídon két kamion puszilkodott, ott is nagy a dugó, aztán a Völgyhíd előtt egy szarvas tehén fekszik a belső sávban. Atya úristen! Fura gusztusan. Hogy kerül oda? Bement. Köszönöm. Szóljatok már, légy szíves, a KRV 741-es rendszámú kocsinak, hogy nincs hátsó világítása. Nagyon veszélyes. Dunavecse után egy műszaki hibás autó áll az úton, az 51-esen, és Komáromban, a Szőnyi úton van egy trafi. Ezt Steinitől kaptuk. Köszönjük szépen. Behalacik adásba, hogy birkózok a kókusz csipszek? Picit, ha innál egy kortvizet, az lehet, hogy... és megpróbálnád a hörgőidből kikaparni azt a fél kiló kókuszreszeléket, ami még 4-8-kor akad be, lehet, hogy egy kicsit flottabbul beszélnél. Na, csütörtök van! Ez pedig azt jelenti, hogy kicsit tudományosabbak vagyunk, mert hogy ugye Gábor rovatát ketté bontottuk, Gábor két hetente van, és kiegészült a mi Gáborunk, ugye Antal Valival, és elsősorban ez azt gondolom, hogy egy női rovat, de pasikat is érinthet, mert hogy tusfürdőkről, samponokról, felnőtteknél és gyerekeknél használt fokrémekről, parfümökről, arclemosókról beszélgetünk, és hát nem azt mondom, hogy lerántjuk a leplet ezen termékekről, mert minden termékcsaládban van jó és rossz, csak azt mondjuk, hogy beszélünk egy-két konkrétumról, aztán mindenki eldönti, hogy miért használ. Ritkán hallani ilyen típusú rovatokat kereskedelmi rádióban, ezért is nagyon bátor rovat ez, de szerintünk kell erről beszélni, ahogy Gábor is ugye beszélt sok mindenről. Hát valami is érdekes dolgokat mond nekünk, nem árt tudni, hogy az ember például mit használ, amikor tusfürdőt vesz a kezébe. Mi is érintve vagyunk egyébként ezekben a témákban, én is használok például gyerekfogkefét, gyerekfogkrémeket, Balázs, baba pop sütörlők. És tudod, milyen jó a WC-papír helyett? Milyen szépen ápolja a fogai? Igen. Na, megérkezett hozzánk Vali, jó reggelt kívánunk! Hello, jó Vali! Sziasztok, jó reggelt! Ciao, hello! Nagy köd van kint, ide értél időben? Már látom, csak hogy nem volt egy kis csúszás. Nem, ez még csak az asztrál teste, picit előre küldte. Ez még a fantom tested, igen. Nem, aránylag föloszlott, mire én megérkeztem. Jól van. Milyen a reggeled? Minden oké? Jól vagy? Minden oké. Jól vagyok. Megittem a zöld turmixomat, megettem a kássámat. Na jó, ez nem. Hát, direkt volt zöld vagy kássát. Régi? Tudatos vagy, igen. Tudatos zöld. Minden megszólalásod végén, csak úgy, mint Gábor, úgy is megkérdezzük majd. Hát ez nekünk így csütörtök, 8:30 magasságában ez már egyfajta kötelezettség, hogy megkérdezzük, hogy mit reggeliztél. Na, két héttel ezelőtt, amikor itt voltál, akkor ugye... Akkor a magadra vitel egy kabátot, ami nem a tiéd, az légy szíves. Szerinted kinek a kabátja jó rám? Hát a Zsüli. Akkor már ugye kibeszéltünk egy nagyon fontos témakört, és most folytatjuk, mert azt ígértük, hogy... A tusfürdőkről fogunk egy kicsit beszélni. Igen. Nagyon sokan használnak tusfürdőt, nagyon sokan szeretik. Nem azt mondjuk, már előre mondom, hogy minden tusfürdő rossz, és minden tusfürdő használhatatlan. Kell válogatni, tudatosnak kell lenni, úgy, ahogy Gábornál is elmondjuk, hogy a kajánál is jó, az ember tud dolgokat. Így a kozmetikai szereknél is azért nem állt egy-két dologgal tisztában lenni. Pasik csajok is használják, ugye? Gondolom már sokan állnak ott szappanra, de hogy ezt palik is nagyon szeretik. Csajok is szeretik, egyszerű, gyors, nagyon kényelmes. Szeretik. Sőt, igazából a 80-as években indult el a reneszánsz, hiszen emlékszünk, amikor a pult alatt a fatusfürdőt, meg a nem tudom én miket csendseltük annak, meg a kremadász, meg nem tudom milyen márkák voltak, jöttek Ausztriából, és akkor hirtelen mindenkinek idézőjelben mondva büdös lett a szappan, és mindenkinek azonnal tusfürdő kellett, ugye a nyugat métele.
Beérkezett a 80-as évek elején a fürdőszobánkba. Hát meg ezen túlsúlyfürdőket ugye általában félmeztelen nőkkel valahol igen. a Karib-szigeten zuhanyozva adták el olyan szemtelen módon, hogyha nem volt akartál, ha férfi vagy is ezzel akartál zuhanyozni, mert azt vizionáltad, hogy hát ha megjelent. Én mindig becskott szemben tusoltam, és magamra képzeld, hogy fut felém az a lány egy szám fürdőruha. Igen. Látom, nagyon emlékszel hát arra a reklámra. Hát az beégett a retinám. A kétbetűsnél csak ilyen reklámok voltak. Igen, igen, és állt az ember a zuhany alatt, és soha nem jött be senki, csak így van. Nagymamám, drágaranyám, és azt mondta, hogy na, gyere már ki a zuhany alól, már 10 perc ez bajzott. Hagytam a fogamá. Ezt soha nem mondta. Nagyon diszkrét volt, ezt mindig elintézte állószobájában. Na, nagy a bajtus fürdő fronton, kérdezem én. Nagy. Márhogy vannak olyan termékcsaládok, ahol nagy, igen, fogalmazzunk ki. Igen, vannak olyan termékcsaládok. Ez azért nagyon érzékeny, mert hogy nyálkahártyával találkozhat, ezért kéne nagyon óvatosnak lenni? Vagy miért veszélyes? Hogy miért lehet veszélyes? Konkrétan, hát fejbőr, konkrétan lágyabb részek. Találkozik, tehát konkrétan a bőrünkkel. És sokan nem tudják a tusfürdőkről, hogy ez egy ilyen kényszer szülte megoldás lett, ezek a tusfürdők. Ugyanis a háború után annyira visszaesett a mezőgazdaság, mert ugye mindenki katona volt, és nem dolgoztak kinn a férfiak a földeken, hogy nem volt megfelelő növényi olajtermelés, meg állati olajtermelés sem. És gyorsan ki kellett valamit találni, hogy hogyan tisztálkodjunk, viszont ami dögivel volt, ugye beérkezett a háború után töménytelen mennyiségű kőolaj. És tulajdonképpen hirtelen találták ki ezt a tusfürdő történetet, hogy nagyon-nagyon sok vízzel, bődületes mennyiségű habképzőanyag hozzáadásával, némi színezékkel meg illatanyaggal csináltak egy ilyen habzó valamit, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy jó a bőrnek. Mert a bőrön található egy úgynevezett bőrfelszíni emúzió. Ez a bőrfelszíni emúzió kívülről pontosan ugyanolyan védelmet nyújt, mint a bélflóránk az emésztőrendszerbe. Ugyanúgy, mint a bélflóránknak is megvan a baktérium közege, ami gyakorlatilag az immunrendszerünknek a 60-70%-a, a bőrünknek is ugyanúgy megvan ez a baktérium közege. És sajnos ezekkel az agresszív habképzőkkel, amik igen erőteljes zsíroldók, tehát ezek ipari zsíroldók, maradjunk annyiban, ezekkel lemossuk ezt a réteget, kvázi teljesen megszüntetjük a bőr immun védelmünket a külvilággal szemben. Tehát sokkal fogékonyabbak leszünk, bármilyen felülfertőzésre átjárhatóvá tesszük a bőrt, sokkal könnyebben felszívódnak méreganyagok rajta, és bizony a bőrnek legalább 4 óra 20 perc kell, mire visszatermeli ezt a bőrfelszíni zsírt, amiben még nincsenek benne a baktériumok. Tehát annak újra kell tenyésznie ennek a jótékony baktérium közegnek. Azért a háború utáni időkhöz képest ez biztos volt egy evolúciója ezeknek a termékeknek is, tehát hogy azóta biztos, hogy sokat fejlődött ez a dolog, mint ahogy mit tudom én, annak idején a háború hozta létre mondjuk a margarinokat is, és igen, ahhoz képest mondjuk az akkori margarin, meg a mostani margarin között ez fényévnyi különbségek vannak, nem? Igen, fényévnyi különbségek vannak. Valóban akkor, amikor létrehozták ezt a háború után ezt a tisztító folyadékot, akkor nem megyünk messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy ugyanazzal a folyadékkal tudtak mosogatni, hajat mosni, meg fürödni, meg mosni is. Ami a szomorú, hogy gyakorlatilag ma sincs sokkal nagy különbség egy mosószer, egy sampon, egy tusfürdő, meg egy mosogatószer között. Maximum annyi, hogy amit a bőrünkre használunk, abba tesznek növényi hatóanyagokat is. De egyébként maga az alap, maga a tenzid alap, ez a habos tisztító folyadék, ez teljesen ugyanaz. Tehát semmi különbség nincs. Na most a kozmetikusként nyilván tanulmányoztad azt, hogy ezt is valahogy virtuálissá kell tenni. Tehát én sose értem, hogy miért van szükség például a habra, majd egyenként kielemzünk egy-két összetevőt, tehát aki most otthon van, nyugodtan menjen be a fürdőszobájába, és olvassa végig a hatóanyagokat, az összetevőket, fogunk egy-kettőről konkrétan beszélni. De hogy kell, hogy ugyanúgy, ahogy az ételnél én kapjuk egy virtuális örömérzetet, mondjuk egy eperjoghurtnál, amiben aztán minden van, csak eper nincs, ugye a zuhanyzásnál vannak olyan összetevők, amik adnak nekem egy tisztasági érzetet, például a habképződést, amire egyébként semmi szükség nem lenne, csak az ember szereti, hogy habzik, tisztábbnak érzi magát, semmi jelentősége nincs, azon kívül, hogy ez is egy plusz adalék, és ad egy virtuális tisztasági érzetet. Ilyeneket is tesznek be, nem? Igen, leginkább szerintem a reklámok hitették el az emberekkel, hogy a hab az a tisztaságnak a jelképe. Talán ez onnan eredhet,
hogy ugye annak idején, amikor mángorolták az asszonyok a szappanfűvel, meg ugye a mosódiót, meg gesztenyét is használtak hozzá, ez képzett valamelyest habot. De ha összehasonlítjuk azt az érzetet, amit, hogyha már valaki mondjuk hosszú hetek óta nem ilyen habképző anyaggal elkészített tisztító, vagy tisztálkodószerrel mosakszik, meg hogy milyen volt előtte, és mondjuk újra visszatér egy olyan jó hónapos valódi jó minőségű tisztálkodószer után egy kvázi hagyományos összetételű tusfürdőre, akkor érezni fogja, hogy ez a tisztaságérzet az nem tisztaságérzet, hanem egy húzódó száraz érzés. Tényleg így van, ez olyan érdekes, hogy amikor én leálltam ezekkel elég régóta, én a szappamban hiszek, akkor baromi fura volt, hogy nem hamzik, és nem érezted magad tisztán. Kellett erőltetni, hogy megszokd. És amikor aztán valahol vagy nincs nálad a szappan, tök jó minőségű, mint a házi készítésű szappan, ami ebben a formában nem luxus, mert ezeket egyszerűen szerintem kell használni, valahol tusfürdővel fürdesz, akkor tényleg, ha hosszú ideig fürdöttél szappannal, akkor érzed, hogy kijössz kicsit, ha nem jó tusfürdő, mert vannak természetesen jó minőségűek a gyártóktól, akkor kicsit viszkelsz, húzódik a bőröd, száraznak érzed, és teljesen ez egy jó más. Dolog, mert erre el lehet adni már is a testápolót. És erre ott van lehet a testápolót. Igen. Mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy ahogy most Balázs is említette, nem minden tusfürdőre igaz ez. Hogy nem, azért olyan natúr tusfürdők is, amik megfelelnek azoknak a kitételeknek vagy itinereknek, amikről te is beszélsz. Inkább azt mondom, hogy a nagy általánosságú kereskedelmi forgalomba kapható, agyon reklámozott, kvázi megszokott tusfürdői, azok ilyenek. Mert azok, amelyek jók, azoktól nem harsog a média sehol. Tehát azokat nekünk magunknak tudatosan kell megtalálni és megkeresni. Azt tudjuk egyébként, hogy konkrétan mi az az anyag, vagy mik azok az anyagok, amik okozzák ezt a fajta habosodást? Igen, már igen. Vártam ezt a kérdést. Abszolút, én azért mondom, hogy nyugodtan mindenki menjen be a fürdőszobájába, fogjon meg egy tusfürdőt, és olvasgassa el, hogy mit talál rajta. Mondunk egy-két konkrétumot, hogy mi a legáltalánosabb összetevő, hogy mi az, ami sok tusfürdőben megtalálható. Az mit okoz? Hogy jött a például a vegyiparból, hol használják máshol. Jó, nézzünk tényleg egy-két konkrétumot. Jó, ami nagyon káros szokott lenni, ezek az úgynevezett habképző tenzidek. Ezeknek a habképző tenzideknek van négy nagyon-nagyon népszerű alkotója, amit érdemes megtanulnunk név szerint, mert a tusfürdőknek a 90%-ában ezek találhatók. Ez a szódium lauril szulfát, vagy más néven SLS, a szódium lauret szulfát, vagy más néven SLES, az ammónium lauril szulfát, ez az ALS, vagy az ammónium lauret szulfát, ez az ALES. Most ami érdekes, hogy ezek közül a leggyakrabban használt, ez az SLS, a szódium lauril szulfát, amiből hoztam nektek egy nagyon érdekességet, ugyanis ennek a vegyületnek biztonsági adatlapja van. Vegyipari biztonsági adatlapja. Ez a vegyiparban használják. Igen, ez egy vegyipari, ipari zsíroldó. Atya és Isten. Tenzid. Tehát tulajdonképpen akár még a különböző zsíros gépszerkezeteket is ezzel tudják zsírtalanítani. Ennek olyan erős zsírtalanító hatása van. Én egyszerűen valaki elmesélte, hogy ha bemész patikába, vagy való kérsz ilyet, akkor rá van írva, hogy kesztyűvel, szemüvegben, nem érintkezhet a bőre. Nyilván ez másfajta oldottsági állapot, mint ami a tusfürdőben van, tehát nem kell félreérteni. Jó, a mennyiség is. De hogy ipari zsíroldó is lehet akár egy tusfürdőben? Pontosan, nem akár, hanem a legtöbben ez van. És nagyon érdekes, hogy a veszélyességi besorolása ennek, ha valaki előkeresi interneten a szódium lauril szulfátnak a biztonsági adatlapját, akkor a legdurvább, a legártalmasabb veszélyességi jelölése van, ez az XN jelölés. Ami még nagyon érdekes, hogy vannak úgynevezett... Miért kell ezt beletenni? Tehát ez ennyire veszélyes, miért van benne? Kis százalékban, hogy oldja az én bőrömön a zsírt, akkor tehát hogyha... Balázs, olcsó. Olcsó? Viszonyatosan olcsó. Uh-huh. Nem kell belőle sok a tusfürdőbe, mert iszonyatos mennyiségű habot képez. Kvázi egy olyan százalékba rakják bele, ami értelemszerűen hígabb, mint amivel ugye a ipari zsíroldóként használják. Csak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy ez nagyon nehezen, sőt, lehet azt mondani, hogy alig bomlik le. Na most a sok kicsi sokra megy alapom, amikor mondjuk naponta legalább egyszer lezuhanyzunk, többször mosunk kezet, és ugye a kézmosószerekben is ugyanez van, akkor egy idő után ne csodálkozzunk, hogyha teljesen tönkre megy a bőrfelszíni emulziónk ezáltal. Na most nagyon érdekes, itt felolvasnék egy passzust ebből. Azt mondja, hogy az R-jelölés legyelve ártalmas, szem- és bőrizgató hatású, és az elsősegély nyújtásnál ezt írják róla,
A sérültet, ha érintkezik a bőre szódium-laurin szulfáttal, azonnal távolítsa el a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetben, lazítsa meg szoros rugadarabjait, etc. etc. Lenyelés esetén, ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját bővízzel, és itasson vele sok vizet, hánytassa. Ennek a vegyületnek a belégzése életveszélyes, vigye a sérültet azonnal friss levegőre. Szembejutás esetén azonnal bővízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a szemhéjat ujjával, ami érdekes, a samponokban is benne van. Olyan samponokban, amik nem csípnek, kvázi a kisgyerek, ugye nem fogja becsukni a szemét, mert nem jön az reflex, és simán a nyálkahártyáján ott van. És van még egy figyelmeztetés, azt mondja, hogy kezelés, tárolás az minket nem érdekel, itt van előttem az adatlap. A munkavégzés feltételei, aki ezzel az anyaggal dolgozik, azt mondja, hogy kerülje az anyaggal való közvetlen bőrérintkezést, az anyag kiömlését, lenyelését, szembe vagy akár minimális mennyiségbe is a bőrre kerülését. Nyilván ez másfajta százalék, vagy másfajta oldottság, mint ami a túlsfürdőben. Meg hát viszonylag ritkán nyelnek le az emberek direkt túlsfürdőt. Na jó, de hát azért ez másfajta százalék, csak azt nem értem, hogyha van olyan habképző anyag, ami mondjuk nem káros, ilyenek a cukortenzidek, ezek a kókuszcukortenzidek, akkor miért nem azt használják? Tehát miért egy ilyen veszélyes? Az még töményen sem okoz ekkora ártalmakat, a legtöményebb formában sem. Az a helyzet, hogy ez egy szintetikus anyag, tehát ez baromi olcsó előállítani, és én úgy gondolom, hogy amikor egy túlsfürdőnek a 80% a víz, a fennmaradó 11-nehány% a habképző anyag, és a legtöbben gyakorlatilag raknak egy kis színezéket, meg illatanyagot, mert attól lesz mutatós, és mondjuk azok a gyártók, akik egy növénynévvel akarják eladni a terméküket, azok mutatóba 1-2%-nyi növényi hatóanyagot tesznek bele, mint rozmarin, csalán, vagy levendula, vagy olvashatjuk ezt ugye a túlsfürdőknek a címkéjén, ami gyakorlatilag olyan minimális százalék, hogy teljesen felesleges belerakni, mert nem fog semmit csinálni az ember bőrével. És még egy nagyon érdekes trükk van, hogy miután ugye rájöttek a gyártók, hogy a szódium lauril szulfát ellen azért már a 2000-es évek elején elindult egy elég nagy hadjárat, tehát már büszkén hirdetik a boltok, hogy SLS-mentes termék, nem baj, mert ALS van benne, úgyhogy mindegy, de rájöttek a gyártók, hogy itt az emberek háborognak, meg hogy száradt tőle nagyon a bőr, és kitalálták ezeket a krém túlsfürdőket, ezeket a hidratáló krém túlsfürdőket, amit azzal tesznek egy kicsit krémesebbé, hogy petrolátum származékot, tehát ez kőolaj származék, tehát valamilyen ásványi olajat tesznek bele emulgált állapotba, ezt úgy képzeljük el, mintha margarin lenne. Emulgált állapotba, amitől egy krémesebb érzése van, de gyakorlatilag semmivel, ez egy illúziós bőrérzet, tehát a bőr nem lesz tőle működőképesebb és zsírosabb. Csak ideig, óráig az a kőolaj réteg a bőrünkön azt érezteti velünk, hogy nem lettünk olyan szárazak. Na de ha ennyire durva lenne ez, akkor az én bőrömnek, meg már sok ember bőrének darabokra kellett volna esnie. Tehát azért, ha aki ezzel fürdik, mégis egyben van a bőre, talán nem is biztos, hogy annyira szárad, tehát hogy nincsen kézzel fogható jele ugyanakkor, hogy bármilyen változás lenne a Janin. Hát agyilag van, de az efféle torzulást nem meg tudjuk. Hát most... Miért mondod? Most a Janit nem fogom levetköztetni, de ez a sok kicsi sokra megy alapon. Ez nem azonnal fog hatni. Ez nem azonnal fog hatni. Nézzétek meg, hogy gyakorlatilag az elmúlt 30 évben, és ezt most nem csak a túlsfürdő számlájára írom, mert nagyon sok minden egyéb összetevő áll mögötte, tulajdonképpen manapság minden harmadik ember ekcémás, vagy valamilyen jellegű bőrgyulladásban szenved. Főleg a gyerekek. Nézzük meg azt, hogy nagyon sok ember viszket, nem tudja, hogy mitől. Nagyon sok embernek kell töménytelen mennyiségű kozmetikumot használni, hogy komfortos bőrérzete legyen. Tehát nem komfortosabb, nem érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Én nem akarok olyan dermesztő dolgot mondani, én olvastam egyszer egy kutatást, megvizsgálták, hogy valamilyen országban a 4-5 éves gyerekeknél miért van annyi szemüveg, és miért annyi a rossz látású gyermek. És
rájöttek, hosszasan vizsgálták egyébként fókuszcsoportokkal, megnézték a sima vízben, a szappannal fürdőgyerekeket, megnézték a tusfürdővel fürdőgyerekeket, rájöttek, hogy valamelyik adalékanyag tehet róla, és egészen megdöbbentő volt az eredmény, az jött ki, hogy azon csoportnál, azon gyerekeknél, akik tusfürdővel fürdöttek, és az a bizonyos összetevő benne volt, tehát nem mindegyik tusfürdőjen, és nem mindegyik tusfürdő, azt azért ezt hangsúlyozzuk, kiderült, hogy vagy a szódium laurát, vagy a szódium lauril szulfán, az okoz egy olyan nem látássérülést, hanem egy tehát egy visszamaradást a látásban, amiért a gyerekek 4-5 évesen rövidlátók lesznek, és szemüveget kell hordani. Míg a másik csoportnál, erre azt hiszem talán egy norvég doki jött rá, akik szappannal vagy sima vízzel fürdenek, ott ugyanez nem volt kimutatható, és egy nagyon hosszú tudományos cikkben írják le, hogy milyen mellékhatásai lehetnek ezen összetevőknek. Ez egy nagyon érdekes cikk volt. Érdekes, és itt van a bizonyíték, három mondat, hogy gyakorlatilag a szódium lauril szulfátról ez a kutatócsoport, aki ezt a kutatást végezte, amiről beszélsz, a következőt állapította meg, ami ugye a hivatalos hatóanyagelemzésbe is bekerült. A leggyakoribb bőrallergén anyag gyorsan felszívódik, és az agyban, májban, szembe és szívbe kerülve maradandó károsodást okozhat. Mindemellett a szódium lauril szulfát lelassítja a gyógyulási folyamatokat, felnőtteknél szürkehályogot okoz, a gyerekeknél pedig megakadályozza a szem normális fejlődését, tehát a genetikai történetbe szól bele. Értem, de azért a tusfürdőknél kell, hogy ugyanúgy, mint az élelmiszereknél, tehát kell, hogy legyen egy határérték, nem? Tehát értem, hogy az E-betűknél is van, csak itt van az úgynevezett koktélhatás, amiről ugye beszél a Gábor is, hogy oké, hogy megmondják, hogy egy joghurtban mennyi E-betű lehet, de ha te eszel ilyen joghurtot plusz egy konzervet plusz ez, akkor ezek összeadódnak, van egy koktélhatás, ami nehezen kimutatható, és nehezen juthatunk el oda, hogy a sok E-betű miatt kapott valaki valamilyen, nem tudom, vastagbérákot. Tehát itt is van azért, gondolom, egy határérték a tusfürdőknél, hogy ennél többet senki nem rakhat bele. Tehát gondolom, ugyanúgy szabályozzák, és van egy előírás, hogy mennyit lehet beletenni. Van, nem? Tehát azért ez nem úgy, hogy bármennyit belerakok, aztán hadd vakuljon a kedves felhasználó. Gondolom, 2011 én, óta szigorúbb, amióta ugye ez a Ricsi életbe lépett, de nézzük meg azt, hogy minek alapján szabják meg a határértéket. Megnézik a higítmányokat, hogy ugye hány százalékos a maga a higítása, hogy hol lesz a határérték, és azt fölkenik különböző tesztalanyokra. És akinél az első irritációt észreveszik, ott valahol ott húzzák meg a határértéket. Csak ez nem így működik. Mert hogy minket nem az érdekel, hogy azonnal kiütést okoz-e valami, hanem ennek van egy hosszú távú hatásvizsgálat. Nehezen bizonyítható, hosszú persze. Hosszú távú hatásvizsgálatot ezekről az anyagokról nem végeznek. Tehát a legutóbb néztem például az OSH-nak a kutatási anyagát, ahol még mindig 100 000 olyan kozmetikumban használatos alapanyag van, amiről semmiféle hosszú távú kutatási vizsgálat nem volt. Jó, két kérdés van még. Az egyik, hogy vannak ezek az úgynevezett intim mosakodó gélek, nagyon sok termék jó és rossz ebből is, nagyon sok csaj használja. Igen. Csak két mondatot tudsz erről mondani, hogy itt ez ígér egy bizonyos pH-t, és hát a csajok használják leginkább, fontos, hogy jó, nem jó, illetve mindig az alternatívára vagyok kíváncsi, hogy aki mondjuk szeretné lecserélni, és áldoz rá, és azt mondja, hogy ezt elolvasta, van benne, de valami mást akar, az mondjuk szappan, házi készítésű szappan, milyen irányba menjen, mondjuk holnaptól nem akar mondjuk egy bizonyos tusfürdőt használni. De akkor intim mosakodó gél, jó, nem jó, szeretjük, nem szeretjük, csak röviden. Az én véleményemet mondom, Balázs, nincs szükség intim mosakodásra, ugyanis öntisztuló a női hüvely. Azért néha mossuk meg. Kívülről nem azt mondom, persze, hogy nem kell megmosni. Tessék, most ez egy ajánlat volt a részed? Ez a ne fürdjél le? Vagy fürdjél le? Humorizálom csak, igen. Gyakorlatilag öntisztuló, tehát abszolút öntisztuló, és az, hogy megfelelő pH-jú legyen, ezt a saját teljesabb baktérium közegének köszönheti. Hiszen teljesabb baktériumok vannak ott is, attól lesz olyan a pH-ja, amilyen. És hogyha egy nő minden áldott nap csak úgy, nincs semmi problémája, tehát nincs nőgyógyászati problémája, csak úgy megmossa, akkor gondoljatok bele, hogy minden nap kimossa ugyanúgy ezekkel a zsíroldó habképzőkkel ezt a baktériumflórát, amit állandóan újra kell termelni a szervezetének. És hogyha valaki mégis ragaszkodik hozzá, hogy mossa, mert vagy higiéniai gondjai vannak, vagy van valami nőgyászati probléma. Lenni, vagy szereti ezt az érzőt. Igen. Azoknak inkább vagy a kecsketej tartalmú kézműves szappanokat javaslom, mert a kecsketejnek a laktóz tartalma a legjobb a laktobaciluszok képződéséhez, illetve nagyon jók a folyékony kézműves szappanok. Uh-huh.
És ebből kevés van, tehát nagyon kevés. Ne is mondjuk márkát, tehát nem azért kérdezem, csak hogy mindig lehetőséget. Folyékony kézművel szappanokat kell. Úgy zárni, hogy beszélgetsz, hogy szappanból rengeteg van. Adjunk egy lehetőséget, hogy van akkor... Van még időnk megnézni egy népszerű túszfürdőnek az összetételét? Ha még nem mondtunk olyat, ugye a négy összetevét nagyon sokan kérdezik, közben látom az SMS alatt, hogy mondjuk el még egyszer, gyerekek, tessék visszahallgatni a beszélgetést, megnézni otthon a túszfürdőt, kielemezni, elolvasni. Ha tehetitek, kerüljétek. Így van, hallgassátok vissza. Nézzük még akkor egy adalék anyagot, ami mondjuk fontos, és a legtöbb túszfürdőben benne van, és akkor zárjuk ezzel. Hát én most itt gyorsan megnyitottam egyet, és ebben benne van ez a DMD hidantoin. Nem hangzik túl jól. DMD hidantoin, ami gyakorlatilag 6 éve szeretnék a zöldek betiltatni, ez olyan anyag. És tudjuk, olyan, hogy ez mi ez? Hogy olyan bizonyítékok vannak a kezükbe. És a BHT. Na most a BHT van itt megnyitva előttem hirtelen a kémiai oldal. Na most ez gyakorlatilag egy olyan szintetikus antioxidáns, aminél élelmiszerekbe is korlátozzák a bevitelét már, és már elkezdték betiltani. Na most, amit tudni kell róla, hogy azt mondja, hogy butilhidroxid toluolnak a rövidítése, 1954 óta használják, és tulajdonképpen a szabadgyökök keletkezését szabályozza, de genetikailag a DNS szerkezetébe bele tud piszkálni. És ez van túlsűrű, vagy ezt rakják túlsűrű? És a bizonyos kutatások szerint egyes rákfajták kialakulását elősegíti. Számos országban már betiltották, Japánban már például 1958-ban betiltották, Románia, Svédországban, Ausztráliában már nem használható. Uh-huh. Nálunk na gyerekek, pedig ma fél ország nem zuhanyzik. Egy na. Nagyon népszerű túlsűrű. Na holnap mindenki büdös lesz. Közbalit. Jó, én mindig azt mondom, tessék elolvasni, tessék utána nézni, aztán mindenki dönt. Nem árt tudni, nem árt tudni. Beszélünk még fokrémekről, vagy a szódium laurát, vagy a szódium laurét szulfátot, egyébként olvastam fokrém összetevőkben, hát, és az is érdekes. Ami habzik, abban mindben benne vannak ezek a habzóanyagok. Hogy azért az, hogy kerül egy gyereknek, meg kell a fogkefejét. És ha a szágba veszük, az azért az még gázabb, mint a bőre kerül, mert ugye a szárnyálkahártyáról azonnal a véráramba. Jó, ez egy külön téma lesz majd, igen, a fokrémek, hogy ott mit lehet. Jó, Vali, biztos vagyok benne, hogy téged előbb tesznek el lábalól, mint a Gábor, de egyébként... Igen, hát ez... igen, mert a Gábor állandó mozgásban van. Ide megy előadást tartani, oda megy, sokkal nehezebben. Nehezebben találják meg, igen, szerintem egy kicsit könnyebben. Jó, senkire nem akarik a frászt hozni, drága hallgatók. Csak nézzétek meg, olvassátok el, aztán döntsön mindenki saját belátása szerint. Mit reggeliztél, Vali? Zöld turmixot reggeliztem. Na azért, kicsit és hozzuk vissza. Ez a zöld a hívó szó, azt már is. Igen, nagyon szeretem. Valami gyümölcsben mindig valami zöld levelet teszek. Uh-huh. Most kálkáposztalevél volt, kínai kellevél volt benne egyébként, és alma alapon. És azért szeretem, hogy ez közös bennetek a Gáborral. Uh-huh. Tehát véletlenül egy gyrosz, vagy egy hotdog, vagy egy buci hambja a gógó hamiba a sarkon, tudod. Tehát ezért ezt így nem szeretem. Ez nagyon jó. És kaszinó tojás. No! Oh. Egészen emberközeli. Hát ilyen csütörtökön így 3-4-9 tájékában nem hallunk, hogy kaszinó tojás. Ennyi Vajnának is ez a kedvenc. De házi kaszinó tojás. Sehol egy hajdinakása, sehol egy kis amaránt lisztes erőkoktél. Szoktam kását, csak az a helyzet, hogy amikor ide jövök hozzátok, akkor nagyon-nagyon korán kelek, és nincsen időm reggel pepecselni vele, tehát valami olyat veszek ki a hűtőből, ami már készen, valamit előző nap el tudok készíteni. És megmondom őszintén, hogy én a kását frissen szeretem, amikor friss frissen készül. Egy jó friss kása. Egy kis friss kása. Vali, puszilunk, folytatjuk, borzoljuk a kedélyeket, jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ciao, köszönjük szépen. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk Ákos hírei után. 8 perc van, pontosan 9 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szolnokon megállt a közlekedés kamionos baleset miatt. Ezt Máté küldte nekünk. Aztán az M1-es és M7-es lehajtó építkezés miatt elesett, csak lépésben lehet haladni. Petya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egy kis info, a szódium a nátrium angol neve, így hát szebb a nátrium lauril szulfát megnevezés. Köszönjük szépen. Vali is azért mondta, hogy szódium, mert ha megnézitek a túlsűrdöket, akkor ez van rajta. Sokszor egyébként. De köszönjük szépen. Azt mondja, hogy M5-ös 97-es kilométerénél nincs torlódás, megoldódott minden, ami ott volt, ezt Limo küldte nekünk. Aztán Budai alsó rakpart a szokásosnál is. Nagyobb dugó. Hát ott mindig nagy dugó van, nem tudom, hogy lehet a szokásosnál nagyobb. Talán még lassabb a forgalom, ráadásul lámpákat szereltek föl, igen. Régen olyan jó volt a Budai alsó rakpart, de most már az is elesett. M6-os Pécs-Bátaszék Nagyköd. Szentendrén a Raktár utcánál a kamion kocsván emiatt van egyébként dugó. Ahogy az előbb is mondtam, így van. Sokan kérdezitek, hogy miért ennyire lassú a haladás, míg a szokásosnál is lassabb, hát ezért. Mert a befelé vezető oldalon két kamion karambolózott. Az 51-es úton Dunavecse után egy műszaki hibás autó áll az úton, valamint Komáromban a Szőnyi úton is van egy trafi,
Úgyhogy vigyázzatok. És még mindig hatalmas a köd itt az Üllői környékén. És valami mozog a ködben, autók. De jó volt a Köd című horrorfilm. Fú, de jó volt. De féltem tőle gyerekkoromban. Te jó Isten. Nagyon kemény volt, ennek ellenére, és ne ragudj, hogy vitába szállok veled. Volt egy másik változat is, egy megfilmesített változata, azt hiszem, hogy az Frank Darabont készítette, rendezte, aki egyébként elég sok Stephen King-et is rendezett, és többek közt ugye útjára indította a Walking Dead sorozatot. Hát hogy ne, Frank Darabol mit rendezett? Hát de érte, nem forró. Mit csinálsz, Frank volt, Darabol? Steve Cutter. És ő Darabolt. Igen, és ő készített egy azt hiszem, hogy egy több részes kis, nem is tudom, hogy tévére, vagy VHS, nem tudom, de VHS, hogy nyilván hülyeséget mondok, azt hiszem, hogy inkább tévéfilmnek készült, nem mozifilmnek. Egy is, igen. Arról szólt, ugye, hogy egy ellepi a kisvárost a köd, a ködben mindenféle lények vannak, tehát nem ez a klasszikus horror visszajöttök aranyért, amit a hajról, igen, tehát nem ez a változat, hanem egy kisváros és környékét ellep a köd, és a ködben mindenféle élőlények vannak, és a kisvárosnak a túlélői beszorulnak egy hipermarketbe. Na most én azt mondom, hogy rengeteg ilyen jellegű filmet láttam már, de annak a filmnek az utolsó 5 perce, ne csak amiatt nézzétek meg, mert nézzétek végig az egészet, mert zseniális egyébként, még a picit suta trükkök ellenére is, az utolsó 5 perc az olyan masszív döbbenet, hogy én megnéztem, és ültem utána a tévé előtt, és azt mondtam, hogy basszus, én ezt nem hiszem el. Rettenetesen. Mindenkinek van ilyen, szerintem nyugodtan írjátok meg nekünk. Az a film, amitől gyermekkorodban nagyon féltél, de úgy, hogyha most föl kell eleveníteni a jelenetet, el tudod mondani, hogy milyen szobában láttad, hol láttad, kinél láttad, ki mutatta meg neked, és hány napig nem tudtál tőle aludni. Mindenkinek van egy ilyen. Biztos vagyok. Amikor nem voltak ott a szülők, ránéztél a tévére, és elkaptál egy jelenetet. Amikor valaki egy házi buliban 12 évesen egy szülinapi zsúron berakta apa kazettáját, és egy olyan horrorfilmbe szaladtatok bele, hogy rettenetesen megijedtél, de senki nem mert a videóért nyúlni, vagy ugye hát a távkapcsolóért, hogy kikapcsolja, vagy oda menjen és kivegye a VHS-t. Mindenkinek van ilyen film. Fejből tudok mondani 5 olyat, amit szerintem 6-8 évesen láttam, de egyszerűen, ha otthon vagy egyedül, vagy sötét van, vagy egy sötét utcában mész, vagy csak beszélsz róla, beugrik. És nem azért, mert végignézted, nem azért, mert a szülők megengedték, hanem valahogy teljesen fura módon beleszaladtál, vagy hát belevezettek úgy, hogy nem tudtad, hogy az indul el. Mondjuk egy Hazárd megye Lordjai helyett véletlen tényleg a tesod rossz kazettát rakott bele, és apád zombi gyűjteménye volt rajta. Úristen! És olyan dolgokat láttam én is gyerekkoromban, hogy hat ilyet tudok mondani. Jó, drága hallgató, kinek mi volt az a pillanat, amikor ott ültetek dermedten gyermekkorotokban, és megmagyarázhatatlan dolgokat láttatok a képernyőn, nem erotikus tartalom, számomra az is megmagyarázhatatlan volt, amikor először ilyet láttam. Nem értettem. Fú, hogy ez, hogy csinálnak ilyet? Felnőtt emberek, de ez most egy más téma. Jó? Én se hittem, ezért beraktuk még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Tehát mi volt ez a film? De ez néha egészen bagatell is lehet egyébként, tehát nem kell mindig, persze, hogy nagyon durva legyen. Hát én emlékszem, tényleg 5 évesen beleszaladtam az Időuraiba, én hetekig nem tudtam a nagy bogaraktól aludni, pedig egyébként egy sima mesefilm. De olyan mesefilm, hogy ha te ezt rossz időben nézed meg, akkor felnőtt korban is kivel a víz azoktól a nagy csápszerű kis bogaraktól. Az arénás jelenet, ami benne volt az Időurai című rajzfilmben. És a fejüket, és egy arénában állnak bent, és ugye ezek a teljesen arctalan, teljesen személytelen, szárnyas lények visszaváltoznak az eredeti formájukra. Igen, és voltunk valahogy, valaki mondta, hogy jó gyerekek, nézzétek meg az Időurait, addig is csöndbe vagytok. Két órán keresztül így. Két kazetta volt, igen. Forró rágumi, vagy az Időurai? Melyik legyen? Legyen az Időurai. Időurai legyen, mondtuk ezt 6 évesen, berakták nekünk a zsúron, és 8 dermed gyerek ült, érted, a VHS lejátszó előtt, és senki nem tudott utána hetekig aludni. De és amikor, mindenkinek van, amikor felnőtt fejjel megnézed, és röhögsz rajta. Még a filmnek az eredeti címe sem volt meg, mert ugye ez a VHS korszak volt, és egy csomó olyan magyarított cím volt, hogy évekig nem tudtad, hogy miről van szó. Nekem 4 olyan film volt, csak a címek alatt. Az aszfalt kanibáljai. Jó. Az Eibon, aminek egyébként nem Eibon volt a címe, a New York-i hasfemetsző, és mi volt a Muttertag. Mondjuk az agyadurva. A Muttertag az a klasszikus erdei, meg zavarodott, hogy hívják, tesók bent az erdőben, bejön, aki kirándulok el. New York-i hasfemetsző, figyeljetek. Nem mondd el, nagyjából el tudjuk képzelni. Ha, de volt benne, egy dolog volt benne, évekig kísértett, következő, igen, volt egy telefonos, volt telefonon jelentette be mindig, hogy mit, hol, mikor, kivel, stb. És soha nem tudták elkapni, és mindig ott hagyott maga után egy walkie-talkie-t, és a walkie-talkie keresztül egy ilyen eltorzított hang röhögött mindig.
És felsírták a... Igen, kiértek a rendőrök, és mindig csak egy walkie-talkie találtak ott. És egy ilyen beteg, ilyen, tudod, ez a játékbóhocos nevetés. Tudom, összefosítom a félelemtől. Nekem én volt. Volt egy Bernáthegyi Kúdzsó, ami arról persze. szól, hogy egy pár beleragad egy kocsiba, és egy kutya ugrál a kocsi körül. Felnőtt fél megnézed, és kiröhögött. Így van. Én évekig megláttam. Évekig megláttam egy Bernáthegyit, és fölkapaszkodtam apám nyakába, érted? Mert valahogy... Kúdzsó! Valahogy belekeveredtem ebbe. Freddy Krüger sorozatok, nem tudtam napokig, hetekig aludni, amikor valakinél ezt tényleg megnéztük egy összejövetele. Freddy Kugler? Az egy Freddy Kugler, így van, Freddy Kürtös Kalács, Freddy Krugler, nagyon finom, isteni. Egy jó Kugler és minden. A Freddy Kürtös Kalács, az meg aztán. Nagyon durva jó. volt. Na jó, szóval írjátok meg, hogy ne, film, de ne csak a filmet, hanem a jelenetet is, hogy mi a volt. A plafonon vergődő lány. Jó, nem kell. Nem. Ja, mutatjuk a hármasugrás beugrót, jó? Figyeljetek, mutatjuk, mit kell kitalálni. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na most üleje mindenki. A vége jó sűrű, az eleje könnyű. Na ezt kell kitalálni. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Küldjétek SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk 13 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek már iskolában, úgyhogy. A gyerekek már iskolában, lehet beszélgetni régi filmélményekről. Rögtön elmondjuk, mi a témánk, de előtte gyorsan egy-két friss közlekedési hír, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak. Az M5-ös Szeged felé vezető oldalán a Dabasi kihajtónál trafi van, úgyhogy menjetek lassan, és vigyázzatok magatokra. Jani üzente Szolnokon. A Szolnok táblánál áll a forgalom, Bettus küldte nekünk. Dunaföldvár 6-os út Nagyköd, nem láttam az előttem haladó Opelt. Ponyvás Csabi küldte nekünk. Mérnek az Andrássyna Deák felé, vigyázom mindenki, Krikó üzeni, valamint Szolnokon megállt a közlekedés, úgy az előbb mondtam. Igen, kamionbaleset van, ezt többen elküldték, és emiatt egy picit nehezebb arra felé a haladás. Szintén kamion okoz fennakadást a Szentendrein befelé a Raktár utcánál. Két kamion ütközött, hatalmas a dugó. M5-ös Pesti bevezetőjénél a Nagy Sándor József utcai felüljáróról trafiznak, vigyázzatok, és az M3-as 63-as kilométerénél rendőrautó figyelő pozícióban brutál köd, ráadásul 3 fok a ködfény zárót piros lámpánál kapcsolt ki. Légy tekintettel a többi autósra, 24 órás futár Pisti. Milyen szépen ide, nem? Ködfényzáró, ugye ez ködzáró fény, ez az igazi neve, nem is ködlámpa, nem szabad ködlámpának mondani. Igen, ködzáró fény, a piros lámpánál ki kéne kapcsolni, de hát ezt sokan nem teszik. 10-es út, 50 perc, 2 km, óriási dugó, Bátaszékpécs, hatalmas köd, vigyázzon mindenki, és Dunavecse után egy műszaki hibás autó áll az úton, nehéz észrevenni a köd miatt, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy az ember gyerekkorában beleszaladhatott egy-két olyan filmbe, amit nem akart megnézni, nem tudatosan ült le, hanem egy idősebb tesó odahívta, hogy nézz bele, elment egy születésnapi zsúrra, kicsit a szülők kimentek a szobából, előkerült egy VHS kazetta, ami elvileg rajzfilm kellett volna, hogy legyen, de nem az volt, hanem apa kedvenc horrorfilmje. Igen. És hogy milyen érdekes ez a pillanat, mert hogy tényleg az ember 20-30 évvel később is ezeket a filmeket, a film részletet, a film szereplőit fel tudja idézni úgy, hogy még az is megmarad, hogy kivel nézted, hol voltál, milyen lakásban voltál, mi játszottátok le, mindent. Tehát az agy olyan traumát szenvedett el valószínű, hogy mindenre emlékszel, ki mutatta meg, hol voltatok, és ugyanazon időszakból az életedben nem biztos, hogy mást fel tudnál idézni, de az a pillanat, az az ember, az a filmrészlet az egész egyszerűen megmaradt. Nagyon durva. Hogy utána mennyi ideig nem aludtál, hogy hány napig féltél elmenni budira gyerekkorodban, vagy a szülők leoltották a lámpát a hálószobába, egyedül maradtál éjszaka a szobában, és eszedbe jutott az a bizonyos film, mert hogy előbb-utóbb gyerekként beleszaladsz valami ilyenbe. És 10-15-20 évvel később egy unalmas szombateste csak kapcsolgatod a tévét, és a Film Pluszon, a Coolon, a Foxon, a nem tudom, egyszer csak visszajön. Hirtelen ott van egy ismerős képsor, és azt mondod, hogy ne. De jó, mert oldja a szorongást, már nem félsz tőle, kicsit jó újra szembenézel, hogy új, még valahogy napig van egyébként olyan, amit nem nézek meg, vagy nem szívesen nézek meg. Nekem nagyon sok ilyen volt, visszanézve most már röhögök az, hogy úristen eltöltek. De volt egy baba,
akinek egy bevásárlóközpontban egy gonosz ember átadja a varázs erejét. És ezt a babát úgy hívták, hogy Chucky. Ez a gyerekjáték. Ez a gyerekjáték. Chuckyba én azért futottam bele, mert a tesóm hazajött valonnan, és azt mondta, hogy figyelj, hogy keresett a Chucky. Igen, keresett a Chucky. Milyen Chucky, a szippant Chucky. Nem, nem így volt. Süssétek el, kollégátok, egyébként működik. Gábor, keresett a Chucky, milyen csak a szippant Chucky. A 10-ből 10 ember benyalja. Itt erre mindenki felült erre a volantra nálam. És valahogy beleszaladtam, és tudom, hogy amikor belenéztem a baba szemébe, már dermedten ültem. És amikor a baba kinyitotta a szemét, életre kelt a bevásárlóközpontban, ma nagyon gonosz tetteket hajtott végre, hetekig voltam lelkibeteg. És mindig azt vizionáltam, amikor egyedül maradtam a szobámban a gyermekkorban, hogy egyszer a hálószobámban az ágy alatt fog megjelenni. És csak úgy tudtam elaludni, hogy mindig benéztem az ágyam alá, hogy nincs ott csak. Hát az ágy alá belézés, igen. És nagyon lassan az ágy alá, és mennyire klasszik horror jelenet, úristen. Benéztél az ágy alá, és jó, megnyugodtál, hogy nincs ott, de már tudtad a következő pillanatban, hogy a szülők nem sokára leoltják a lámpát, egyedül maradsz te és a félelmeid. Nagyon és durva. Akkor előjön Chucky, mert megnéztem, 8 éves volt. Nagyon igen. Sok ilyen volt. Az ember nem akar beleszaladni. Nem, hát, de tiszta gyermeki lélekkel nem vagy erre felkészülve, hogy ezt kapod a következő pillanatban. Régi VHS kazettákkal. Hát régi VHS kazettákkal, féljétek. Nekem volt egy időszakom hónapon keresztül, messzire ugrottam le mindig az ágyról, nem mertem letenni az ágy mellé a lábamat, mert megnéztem a Kedvencek temetője című filmet, amiben van egy jelenet, amikor az ágy alól a kisfiú, aki már visszajött, de nem ugyanaz volt, aki régen. Oh, egy, tudom. Egy szikével a doktor úrnak az Achillesét átvágja. Igen, és finoman a részletekkel. Ja, bocsánat, ja, ja, igen, igen. No, és aztán, igen, mindegy ez van. És akkor jött Tom és Jerry, és... Nekem volt egy másik, amit én nagymamámmal néztem, mert a nagymamám imádta. És nem volt egyébként egy ijesztő sorozat. Emlékszem, amikor a Csortos Gyula. Igen, amikor Teli Szavalasz megjelent. Óvakodj a törpétől. Megvan? Abban volt egy albínó ember. Igen. Az albino. És én emlékszem, hogy néztem a nagymamámra, néztem a tévéképernyőre. Megint ránéztem, és vártam, hogy oldja a szorongást, és mondjon valamit. Mama ébred. De a drága nagymamám akkor meg... Vidáman aludt, és ebből éreztem, hogy nem lehet akkora baj, ha nagyja alszik. És abban volt egy fehér ember, egy albino csávó. Nem tudom, hogy miért volt ott, nem tudom, hogy mit, de mindig, de amikor megjelen, nagyon bérgyilkos volt. Óvakodj a törpétől. És tudom, hogy ezt mindig a nagymamámmal együtt néztük, ez heti sorozat volt, vagy nap, és mindig ilyen rituálisan letelepettünk a képernyőt, és nem volt annyira félelmetes, tehát a nagyika nem gondolta, hogy az 10 évesen, 12 évesen, abban még bele tudsz látni dolgokat. És megjelent ez a fehérbőrű csávó, és kész. Gyerekként nem tudtad, hogy most mit csináljál. Hova menjél? Kihez forduljál segítségért? Nagyika meg ugye... vidáman. Ne, hány ilyen volt? Hány ilyen volt? Na nézzük. Amit én mondtam, bocsánat, még na. Egy, és akkor én a saját sztorikat be is fejeztem ezzel, a Pokol hét kapuja, ugye, aztán amiről beszéltem, ez a Eibon című, mi Eibonnak hittünk, mert így volt ráírva a VHS-nek az oldalára. Pokol hét kapuja, ez egy klasszikus Lucio Fulci horrorfilm egyébként. Mert a Lucio Fulci az nagyon. Így van, tehát... te is aztán a múltkor is láttam rajta egy igen. Én a Pulciban csak Lucio Fulcit húzok fel. Nagyon egy szeretem. Egy kardigán után hordtad aztán. Azt már letettem, most már csak Lucio Fulci. És abban volt egy jelenet, amikor az elátkozott házban, ami a pokol egyik kapujára épült, a vaklány este megy a szobában, de a szoba akkor már tele van zombikkal. Jó, álljunk meg. Megy a szobában, és egy másodán fogja meg a lábakat, és utána a saját kapuja, hogy a kutya széttépi. Nem értek, nem. Nem menjünk, okay, ne boncoljuk nagyon. A Colos nagyon csöndben van. Ja, hogy nem dolgozik. Írja valaki, igen, Feri, nem azért van csöndben, mert nincsenek filmes élményei, ő már szerintem ma reggel 3 állatot átköltöztetett az örök vadászmezőkre, öli, mészárolja a disztókat, hogy sok kolbászt lehessen. Meg neki még viszonylag kevés filmes élménye, most éppen a Tenkes kapitányát nézi Dián. Így van. Illetve régi dagerotípiákon a Ben Hurt elem. Igen, és Petőfinek a képét forgatja balról. És Kossuth beszédét hallgatja. Igen, Viaszengerről. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink. Ugye a kérdés az volt, hogy kinek milyen jelenet égett a retinájába gyerekként, hány éves voltál, ki mutatta meg neked, hol láttad. Akinek van ilyen jelenete, tényleg tudja, hogy minden megmarad. Falu nyaralás 10 év körül, óvakodj a törpétől, erről beszéltünk, ezt játszották a kultúrházban, eléggé beragadt, pont ezt írja Brian és az Albino Bali. Úgy ez. Látom, hogy ez neurális. Generációs. Twin Peaks 7 évesen a felé takaró alól halálos félelemben néztem, a zenétől most is kiráz a hideg. Igen, ez a gyanútlan szülők, akik leültették ugyanúgy a gyereket is, amikor a Twin Peaks nagy sláger volt, és nem értették, hogy hosszú évekre meghatározzák a gyermek jövőjét.
Ha Twin Peaks nézett meg. 10 éves lehettem, amikor a nővérem kirángatott az ágyból, hogy néznek meg bele egy nagyon jó filmet, ami most fog kezdődni. Kérdeztem, hogy mi az, ő erre. Tök aranyos film, a címe az, hogy The Blair Witch Project. Hát ugye más, mi már ezt felnőtt fejjel néztük, ő valószínűleg fiatalabb. Nekem ez nem mondott semmit, ő pedig tudta, hogy ha azt mondja ideglelés, akkor eszem ágában sincs megnézni vele. A kőrakásos jelenetekbe belegondolva a mai napig kiráz a hideg, gondolhatjátok, hogy viseltem akkor. Én tényleg azt hittem, hogy ez egy dokumentumfilm, és ezt valaki végig kamerázta, ugye egy kézikamerás kis felvétellel. Ez rátett egy lapáttal. A mai napig aznap nem mertünk egyedül aludni a szobánkban. Hát ez minden... nekünk már felnőtt fejjel. De akkor is óriási, óriási fantasztikus volt. Ötlet, ugye úgy is adták el a filmet, hogy ez egy ilyen talált film, hogy egy ilyen kézikamerás, vagy stb. És azt csináltam, 25 000 dollárból csinált 250 millió. Zseniális volt, igen. 6 éves korommal a bátyám kényszerített, hogy nézzem meg a Predátort. Azt mondta, ha nem nézek oda, megver. Mondjuk nekem tetszett. Zseniális film. Igen. Az Alfa Holdbázis című sorozatban az a rész, amikor valami energialény beszippantotta az űrhajósokat, és leégette a húst a testükről, mai feje nagyon gagyi, de kisgyerekként félelmetes volt. Beszippantott őket, és ilyen összeégett briketként lökte ki magából. Jézus. Nagyon durva volt. Igen. 10 éves koromban két bátyám leültetett a tévé elé, gondolod, ez felnőtt hallgató, és emlékszik, hogy 10 évesen. Milyen a jófej bátyák. Két bátyám leültetett a tévé elé, és meg kellett néznem az Omen 1-2-3-at. Hónapokig nem tudtam aludni. És vizsgáltam az anyaigyeimet, hogy nem formáznak-e 666-at. Alvás közül leborotváltam az öcsémnek a haját, hogy hát, ha benne van. Igen. Az megvan, amikor annyira féltél egy filmtől, hogy nem mertél még a budira se ráülni. Én megnéztem az Aratnofóbia című filmet, talán 12 évesen. Igen. Úgy mentem budira gyerekként, hogy az egész vécét mindig átvizsgáltam. De ahol van egy kicsit mindig nyitva, az meg vagy gyerekként nyitva vagyod a WC ajtót, mert arra gondolsz, hogy mindig onnan támadnak, amire nem számítasz, alulról. És szerencséből a fajanszból jön majd ki a vérpók. És úgy ültél, hogy leültél, gyorsan megoldottad a dolgot. De nem tudtál elvonatkoztatni attól, hogy tuti, hogy most valami leránt a WC-be, és megjelennek a pókok. És gyereki mindent átvizsgáltál. És ilyen ősellenségként kezeltél minden nyomorult kaszás pókot, ott szeretnél, ott ezért a csetlet botlott nyomorult, tudod, alig tudod, alig volt benne életet, te ránéztél, és igen. És most megnézed az Aratnofóbia című, és fölröhögsz, hogy úristen, hogy tudtál ettől félni 10 évesen? De 10 évesen nem mertél elmenni a budira. Egy táborban voltunk, 6 éves voltam. Az idősebb srácok egy sátorban tervezhették. Nekem aludnom kellett volna, de kiszöktem, és a sátor ponyvái között lestem, hogy mit néznek. Az X-aktákból ment a farkasemberes rész, pont az jelenet, amikor átalakul. A mai napig emlékszem, mit láttam 22 évvel ezelőtt. Óvodás koromban vittek el a szüleim moziba a Roger Nyúl a Pászban című filmre. Volt egy jelenet, amikor a gonosz szereplőt kilapította egy úthenger. Onnantól kezdve, ha megláttam egy úthenger, sírógörcsöt kaptam. Ez nekünk is volt ilyen, csak mi egy gyerekfilmre akartunk beülni a drága nagymamámmal, csak elnézte, és a Poseidon katasztrófájára ültünk be, de annyira aranyos volt, hogy nem mert ugye kimenni a moziból. Így ültük végig. Így ültük végig a bátyámból. A híradónál még nem féltünk előtte. Mikor híradónát, kacsa? Emlékszem, Poseidon katasztrófa. Úristen. Talán a Bartók moziban. Nem hát aludtunk. Figyelj, nem aludtunk. Sokáig nem aludtunk. Jól, a nagy nagyon élvezte. Ha valaki látta, akkor ezt tudja, a Hugo a víziló. Beülsz rá, nagyon kedves, nagyon helyes gyerekfilm, csak amikor a Hugonak az egész családját lemészárolják, akkor így tudod, így ott valami, igen, ott valami zökkenés, vagy egy kis döccenő volt a forgatókönyvírónak az életében, a magánéletében biztos, amikor ez a rész az él. 101 kiskutyám a szörnyel, a autós üldözése óvisként ki kellett jönnöm a moziból, azóta se láttam, pedig eltelt 30 év. Nagyon féltem. Teljesen szörnyű volt. Nagyon féltem. Erdőszelleme nagyon sokan írjátok, hát. Nem tudtam kihasználni a lányzó közeledését, mert szintén lerágtam a körmeimet. Tompika küldte nekem. Nagy klasszikus. Elkapott jelenet sötét szobában, csaki arca közelről, amikor megmozdul a gonosz kis szemecskéje. Érdemes megnézni, igen. Azóta se láttam az egész filmet, de a játékbabáktól kiráz a hideg. A Fekete esőt akartuk megnézni anyummal, az egy jó film, az egy Michael Douglas Black film. Rain, így van. Az egy nagyon jó film. Nagyon jó mozi. De véletlenül a Freddy 4-re ültünk be. Az első jelenet élezi a körbeit, sírva jöttem ki a faszimba. Hát a Freddynél nincs kegyetlenem. Ha az gyerekként megnézed, kicsit megállsz a növésben. Igen. Hát amikor Freddy vezeti a buszt, nekem mond. Szerintem neked tényleg az volt az eset. Nekem meg volt minden rész. Igen, ha 12 évesen a Hóférket nézed, meg nincs baj, de beleszaladtál a Freddy. Ül és vezeti a buszt, és az iskolás buszt, és a gyerekeket, és már látod, hogy a Freddy vezeti, és a bacsikos félelmetes atya is. És a ugrókötelező kislányok a ház előtt. Igen.
Ha a Hitchcock madarak 6 évesen néztük meg az unokatesommal, 10 éves koromig a galamboktól is féltem. Amikor betörnek a házba, majd elkapják az öreg nőt, a hintaszékbe találják meg, szörnyű volt. De emlékszem. A madarakhoz fűződik egyébként a legbizarabb élményem. Én nem láttam a filmet, mert annyira féltem, hogy nem mertem megnézni. Aznap láttam, hogy lesz az újságban, és leottattam, és egész ilyen rémálmaim voltak úgy, hogy egy kockát nem láttam belőle. Főnöm, nagyon durván megmarad. Gyerekként tényleg nagyon durván megmarad. A barlang, amikor a csaj a kamerával ráfordul a lényre, este mentem a pincébe, mindig bekiabáltam, hogy lények, menjetek a helyemre, menjetek a helyetekre, akkor 28 voltam, de bekiabáltam. 10 pontos film. Hú, tudom, nagyon kemény, igen. Az Andromeda Tör című filmet 8 évesen láttam. 20-25 évesen is porral, porrá váló vérrel álmodtam. Ezt Endre. Endre küldte nekünk. Az én 3 éves kislányom a TV Maci Paprika Jancsiától évekig iszonyatosan rettegett. Ezt Attila küldte nekünk. Azt mondja, hogy tetves varjudombi mesék, hát jó volt az. Csősz, öreg apád, kész, már ben voltál az ágy alatt. Anyád meg nem értett, hogy miért nem nézett varjudombi mesék. A főcímben konkrétan összepisíted. Azért jó lett volna, hogy ilyen gyerek pszichológusan megnézetik ezeket a kis rajzfilmeket, vagy animációs filmeket, mielőtt a képernyőre küldik. Ki szerette a varjudombi mesék? Csősz, öreg apád. Nem tudod, és a varjakot, és kész. Meghaltak, én nevellek fel. De tényleg, és foltokból vannak. És nem aludni. Azt, és kézzétek el, megy a köztévén. Álltam a szobába, kedves karikával nyugtasd. Hát remélem. Képzétek el, múltkor hallgattam egy pár nappal ezelőtt, mert hétvégén valamikor, és adják újra a sorozatot. Már a főcím zenétől gyomorgörcsöt kaptam. Abban a pillanatban elkapcsolsz valahova. De tényleg. Gyorsan megkeresed a Nóta TV. Nem, borzasztó, és ilyen foltokból vannak összevarva, és mentem. De sokszor a gyermeki agy ugye ilyen, mert például én emlékszem a hófehérkére, amikor a klasszik Disney hófehérke, amikor 6 évesen a tesómmal beültünk, és van az erdős jelenet, amikor hófehérke menekül, és nézik a szemek. Szörnyű. És tudod, édesanyám mosolyogva, tudod, ül, hogy hát ugye, elmentünk mozizni, ugye? És azt látta, hogy két gyerek tudod kapaszkodva a székbe, így ül a hófehérke. Sose hozott el veled, ugye? Milyen jó anyád, és jót akart. És tudom, hogy a budafoki moziban néztük meg. Nem voltam több 8 évesnél, és amikor hófehérke menekül az erdőbe, kész. Megláttam egy fát, és 4 hónapig bepisíltem, tudod, és nem értették, hogy miért nem lehet velem erdőben lenni. Emlékszel erre a jelenetre? És a szemek, az őzek. Nálam ugyanezt a reakciót váltotta ki. Mónika Show azt mondta, sose halsz meg része. Köszönöm, hogy legalább nem Balázsot mondták. Köszönöm neked, hogy legalább Mónikát mondta. Igen, szemek. Igen, szemek, néhány fog. Köszönöm, hogy nem a Balázsot mondtad. Csehszlovák horror vámpirautó a gázpeláron átszívta valaki. Tudom. Igen, erre nem emlékszem. Annyira primkó az ötlet, de nagyon félelmetes igen. volt. Ezek félelmetesek, látnátok az anyósom, amikor reggel kijön a szobába. Ja, Istenem, már nagyon-nagyon jók vannak, nagyon jók vannak. Azt mondja, hogy Dunakeszi 12 évesen felnőtt tesóval Vörös Csillag mozi, azóta kocsma, Star Wars. A redőny zörgött este, anya, apa be akar jönni. Felkiáltás sorolhattam ki, Csacsi küldte nekünk. Igen, Vörös Csillag mozi, hát azért a nevében benne van, ott Csacsi volt. Ott Csacsi a legnagyobb, most már ugye a hotel. Igen, én belefutottam, még ilyen, voltak ezek a zombi, csak az volt, hogy zombi 1, zombi 2, zombi 3, hát... Én nem is tudom, azt még emlékszem, hogy hol láttuk, az is egy ilyen zsúrom volt, valaki betette. És az volt a lényeg, hogy úgy tudtak csak megmenekülni, hogy a motorcsónaknak leszették a propeller részét, azt próbálták berántani, és azzal mentek neki a zombiknak. Hát ez... Nem tudod hova tenni. Tehát kaszinotojás, sonkatekercs, így 8 évesen a zsúrba tudod ránézel a többiekre, mindenki nagyon fél a szobába, sehol egy szülő, és első, senki nem nyúl vagy első barátnővel vagy a moziba, tudod, és ez egy haza kísérsz. Ne, hogy kísérlek, te. És tudod, hogy azért nem mersz a hazamenni, mert egyedül kell visszajönni. Klasszik. Abszolút klasszik. Hányszor éltem át, ültünk a kanapén valamelyik haveromnál, akinek volt VHS lejátszó, ott ültünk hárman, és a kazetta már végigfutott, a tévé meg ott sistergett, és nem mertünk hazaindulni. Tudom, én ilyen voltam, most megnézett felnőtt fél, és röhögsz, annyira gagyi. Édesapám nagyon szerette a Légy című rohadt szánalmas, ám de óriási, óriási klasszikus, ugye, amikor egy pici légy bemegy a kamrába, és nem klónozzák, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem egy légyé változik. Először egy kis szőrszál. Igen, nem tudod hova tenni 9 évesen. Tehát vannak vele problémáid, a feldolgozás szakaszban vannak. Előbb problémáid vannak vele utána. Én már ott egy kicsit megrekedtem a fejlődés egy szintjén, amikor a macskát átküldte, és nem sikerült túl jó. Na jól van, drága hallgatók, milyen érdekes, nem? Hogy azért vannak ilyen
kollektív élmények, ami így mindenkit összeköt. Tényleg egy gyermekkorban rossz pillanatban elkapott horrorfilm, meghatározza az életedet, a félelmeidet, és tényleg mindenre tisztán emlékszel. A szobára, a társaságra. Nagyon érdekes. Nagyon sokan írják, én mind a mai napig tartozom tőle, hogy megnézem Démonok film, Lamberto Bava klasszikusa. Elképesztően durva, még most is, még mostani szemmel nézve is. Tehát ha már a mostani fejjel is durva, akkor igen, de hát kér, milyen lehet. Na játszunk, jó? Egy kicsit vidámabb dologgal megyünk tovább. Itt van a játékosunk, hármasugrás, játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Szia! Halló! Móni. Móni vagy Szandi? Móni, igen, Móni. Ketten vagytok? Igen, Móni és Szandi, igen. Honnan hívtatok minket? Győrből. Győr. Hát akkor úgy látszik, hogy ma ilyen győri napunkon, mert volt már egy játékosunk, Tündi, és ő Óven bácsival játszott, ő is Győrből telefonál. Micsoda véletlen. És ti is ketten, mi is ketten. Igen. Igen. Mit csináltok, Móni? Hát épp dolgozunk irodában. Irodában? Irodai munka? Milyen irodai munkát csináltok? Levéltárban dolgozunk. Levéltárban. Szandi is levéltárban dolgozik. Nem. Nem, csak beugrott. Szandi a segítség? Szandi a segítség, így van. Jól van. Holnap nem dolgoztok, munkaszüneti napotok van. Hol, is, így nem? Van. Egy kis igen. Mit csináltok a hosszú hétvégén? Még nincsen programunk. Még nincsen. Pihenés, igen. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Nézem, azt mondja, hogy hát szerintem marha nehéz a harmadik. De amúgy vihető, nem, össze fogjátok hozni. Jó, köszönjük. Vihető. Jól van, na figyelj, megnézzük, jó? Jó. Itt szól az első kérdés, melyik ország egyik állama Tasmánia? Tasmánia, minek az állama? Azaz, jó. Jól van. Menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Sapkáért. Igen. Morning Show-s klacefemes sapka. Szerintem ez már a téli kiadás lesz. Lassan átállunk a téli csomagra. Igen. Még valahol a határán vagyunk. Vagy egy nyári baseball sapka, vagy már a téli kiadás. Jó. Hány hónap átlagosan egy kutya vemhességi ideje? 8. Mit mondsz, Szandi? 8. Hány hónap? 8. Hát, a pici túlhortak. Azok nagyon kifejlett kutyák lesznek, akkor igen. Már szinte meg is szólalnak és beszélnek is annyira intelligensek. Igen, összesen 2. 2. Átlagban 2. Így a 8 az... Már emberszerű. Nincs kutyus ugye a családban. Ja, nincs. Ezt éreztük. Igen. Hát sajnálom. Igen, Szandi is elkeseredett, hallom. Szandi is, igen. Ő is, igen. A hangja alapján bármi történhet. Igen, vagy kinyitott egy ajtót, ami nyikorog. Tehát a kettő nagyon hasonlított egymásra. Hát sajnos ez van. Ne keseredjetek el, jó? Jó, köszönjük szépen. Jól van. Boom, nincs, mert ugye az a harmadik kérdés után. Igen. Köszönjük. Puszi nektek, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, itt vagyunk. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel. Egy pici szünet után jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan. 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk a nap legjobb pillanataival, kiderül, hogy miről is volt szó. Ugye korra reggel kiderült, hogy üzent nekünk Vágó István az ő Facebook oldalán. És azóta már vannak újabb fejlemények is. Mert... Nagyon örültünk. Elmondom, hogy mi történt, és akkor mondd az újabb fejleményeket. Ugye tegnap beszélgettünk a távgyógyítókról, mert hogy a 6-os csatornán én egészen véletlenül elkaptam Tihanyi Tamást, aki igen már a Budapest TV-n ügyködött, és fantomműtött, gerincműtétet, porckorongsérvet hajtott végre. Két tévéképernyőn keresztül, és elkezdtünk róla beszélgetni, hogy vajon ki az, aki ebben még hisz, ki az, aki betelefonál, átvágás, nem átvágás. Nem akartunk különösképpen ítéletet mondani senki felett, csak beszélgettünk róla, és kértük ugye, hogy valaki telefonáljon be, akit már így meggyógyítottak. Na hát maga a mester tegnap betelefonált adásba, beszélgettünk vele, elmondta, hogy emeli ki a fantomgerincet, hogy
szedi le a messzesedést, és hogy hajt végre telefonon keresztül. Jobbra-balra megcsavarja, aztán visszateszi. Jobbra-balra megcsavarja, visszateszi, megkérdeztük tőle, hogy mi van, hogy ha a kivétel után áramszünet van, akkor vissza tudja eltenni az illető hátába a gerincét, de azt mondta, hogy visszatudja, mert gondolatban visszahelyezi. Érdekes beszélgetés volt, aztán kiderült, hogy este Vágó István üzent nekünk a Facebook oldalunk oldalán, hogy megtalálta ő már pár évvel ezelőtt Tihanyi Tamást, és beszélgetett is vele. Azt írta, hogy üzenem Sebestyén Balázséknak, hogy én már lerendeztem. Így van, Tihanyi úr már megvolt. Tihanyi úr már megvolt. Már megvolt. Jó fej volt a Vágó, nagyon igen, de ő szerintem nem hallotta, hogy mi tegnap ezt be is mondtuk egyébként, hogy ő pár évvel ezelőtt még a Péternél, a Frisbee-ben szembesítette egy csomó mindennel, ugye Tihanyi Tamás többek között a kis ingájával, ami tényleg úgy néz ki, mintha egy mosógéből vette volna ki a fűtőszálat. És az egy nagy csörte ott kettőjük között. Érdemes megnézni, ezt fent van a YouTube-on. Szerintem ő ezt nem hallott, hogy megemlítettük, és erre üzent. Igen, erre üzent, hogy mondják meg nekünk. Ugye nekünk megmondták, és akkor mi megmondtuk, hogy mondják meg a hallgatóik, az Istvánok, hogy beszéltünk róla adásban, és az egyik kedves hallgatónk arra megírta neki, hogy S. Balázs az üzenetet megkapta erre az István válaszolt, hogy azt honnan lehet tudni, hát a Morning Show-ból. Mondja neki Aranka. Erre István megköszönte, köszönöm Aranka. És mondja, a fönn van egyébként a teljes beszélgetés, így egymás között kis csetelgetés Vágó Istvánnak a Facebook oldalán. Igen, Istvánnak üzenjük, hogy megkaptuk, és helyes volt, hogy reagált. Valamint próbáltunk segítséget kérni a hallgatóktól, mert tudom, hogy aki házban, családi házban lakik, de nem is kell egyébként, társasházban is lehet azért, hogy okozhat ez nagy bajt, hogy ellepnek téged az élősködők, kukacok, hangyák, ágyipoloskák, mi volt? Vaskukacok. Vaspondrók. Mit kell csinálni, ha az embert különböző apró testű állatok lepik el, mert hogy két napja nálunk brutális kukac invázió van. És tegnap már azt hittem, hogy úgy kezeltük a dolgot, megoldottuk mindent egy nagy takarítással, de nem, mert ma reggel kaptam az SMS-t, hogy újra elleptek mindent, tehát valószínűleg nagyobb háborúban vagyunk egyelőre még, és csapataink ugye harcban állnak, de nem állunk nyerésre. Így van, Viki már nem is volt benne, mert el kellett torlaszolni az ajtó. Igen, ő egy borzsaporszívóval és egy hajlakkal, mint egy öngyújtóval áldász küzdelmet folytat otthon, és Benni mindezen nagyon jól szórakozik. Szóval kaptunk egy kis segítséget, mert hogy betelefonált egy hivatásos rovarírtó, ugye, aki elmondta, hogy lehetne őket kiirtani. Egyébként is mit kellene csinálni. Kaptunk hasznos tanácsokat, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc van pontosan 10 óra, csak hogy működik a bulvár, már egyébként olvasom, hogy elférgesedett Sebestyén. Nem mond már megírták. Elférgesedett. Ugye hát a kukacra azért nyilván kevesebben kattintanak, tehát kell a elférgesedett. Igen, bélférgek, baktériumok, vírusok és galantférgek, fonalférgek között mulatjuk mi az időt a 10 hónapos gyerek. Elférgesedtünk. Hát gyerekek, ez a nagybüdös helyzet. A molylepke kukacából elférgesedtünk, ugye? Uh-huh. És még csak 3-10 van. Mi lesz? Mindig jössz ezek az alternatív tisztálkodási módszerekkel, értetlen. Ilyen szappan, olyan szappan. Na látod, ezért kéne normálisan busokodni. Ennyi. Csabi, jó reggelt, hello. És biztos, hogy találnak egy olyan képet még valamelyik műsorodból, amikor valami hatalmas nagy rovarral állsz a dzsungel közepén, és azt majd oda montírozzák valami lakásban. Ezért mondom, gyerekek, bármit olvastok rólunk a bulvárban, ami összekapcsolható Morning Show-val, az adott megszólalást keressétek vissza, és mindig minden esetben hallgassátok meg, és utána döntsétek el, hogy mennyi valóságtartalma van. Még mielőtt a cikk alapján ítélkeznétek, vagy pálcát törnétek felettünk, az eredetit is légy hallgassátok. Igen, hallgassátok meg tényleg mindig az eredetit. De hát nem mindenki hallgatja, van, aki csak olvassa. Az van, aki csak olvassa, így van, persze. Egyre durvább irányba megy egyébként a bulvár, kell a kattintásszám, persze, én értem, de az ne, kevésbé. Még elférgesedni nem férgesedtünk. De köszönjük szépen a... Igen, mindenki jól van. Köszönjük az érdeklődést. Jó indulatot. Köszönjük az érdeklődést, igen. Ferima nincs, malacotől. Jó, többen kérdezitek, hol van a drága Feri, nagyon csendes ma egyébként, írtátok többen. Nem azért, mert hogy itt van, de csendes. Ő megteszi, amit meg kell, és hétfőre friss kolbászt hoz a népnek, szolgálja a hazát, és öli az állatot. Hogyha műhold felvételt látok egyébként arról a környékről, akkor azt látjátok, hogy amerre jobbra pánikszerűen menekül egy konda, akkor ahhoz képest balra van a Feri. Igen, és Feri egy böllérkéssel nagyon szalad utána, hogy állj meg, úgyis leszúrlak. És néha egy puskával a levegőbe lő, ő Feri. Jó? Akkor ez nem is köt, hanem alkoholgőz. Ott most szerintem minden van. Nem, ő melózik, most nem iszik. Ilyenkor még nem szúrja combon magát. A hajnali 2:30-3 körül megtörténik, hogy így te mozogsz, arról a téletben nem akarjál menekül. Most még nem, most még jól van. Délután már lehet egy kicsit zavarosabb a tekintetem, de hát ezért szeretjük.
Csabikám, mi újság, jól vagy? Minden oké? Képzeljétek el, hogy még ma is folytatódik ez a játék, amit elindítottunk a héten, hogy tényleg számít, hol áll meg a kedves klassz hallgató, mert ha pont ott, ahol White Boy várja őket, akkor nyerhetnek, és szerintem a White Boy itt is van a vonalban. Itt van, igen. Szerint. Itt van velünk White Boy. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! És nem csak ma, hanem ez nagyon fontos, és ezt is akartam mondani, hogy holnap is, tehát hogy a hosszú hétvége ellenére, hoppá, mi holnap is ugyanúgy majd megyünk, és Molkút és 20 000 forint értékű feltöltőkártya, és igen, ma is leszünk, ma az M5-ös környékén keressetek minket a klasszjárgánnyal, Gyál, Kecskemét, Solt, ezek biztos, hogy benne lesznek a mai öt megállóban. Meg kell állni Molkuton, tankolni kell, és akkor egyszer csak váratlanul odalépsz, ugye? Ja, pontosan, és hát egy jó klassz szlogenért pedig 20 000 forint értékű MOL Blue üzemanyag kártya, ami jár a nyertesnek. És azt is ellenőrizd le, hogy az autóban mi szól, ha Klassz FM, csak akkor nyerhet, tudod? Azt mindenféleképpen. Janitól csak annyit szeretem volna kérdezni, amit mondott, ez a ködös feldolgozásos film, ez ugye az, aminek a legvégén ülnek öten az ne, autóban. Ne, igen, de nem mondd, de nehogy elmond. Jó, ne, jó, mert csak most hárman ülünk a ködbe az autóba, tehát tökre megnyugodtam egy hajnalra. Annyira, tényleg az egy legyetek öten. Annyira traumatikus élmény volt, és ne, azt nem szabad elmondani, hogy nézze meg mindenki. Nagyon igen, súlyos. Igen, igen, igen. Köszi Vágyba, jó munkát, ügyesek köszönöm, legyetek, reméljük, hogy sok hallgatóval találkoztok, és boldogát teszitek őket. Ciao, ciao. Egészen pontosan, hello, egészen pontosan a cikk így szól, uram irgalmaz, férgek lepték el Balázs otthon. Uram irgalmaz, férgek. Hát értitek, hogy működik a bulvár? Aki hallotta a Best Of-ot és látja a cikket, tessék a kettőt összehasonlítani. A cikkben már egyébként Liszkukac van, de a cikk uram irgalmaz, férgek lepték el Balázs. Kit érdekel? Kit érdekel? Ilyen döglődő kis Liszkukac, aranyos, bájos, féreg, basz kell, arrakat. Figyelj, hát legyél megértő. Hát semmi nem történik a világban más, ami érdekes lehet. Sebastian Balázs és az élősködő. Tudom. Figyelj, nincs baj. Én ezért mondom, hogy az eredeti megszólalás morningshow.hu, tessék mindig meghallgatni. Jó, bármit olvastok. Bármilyen honlapon, mert már megjelent egy másik honlapon, valami más, egy Star Wars-os megszólalással kapcsolatban, úgyhogy tessék ott is meghallgatni az eredetet. Sebastian Balázs már megint kukacoskodik. Igen. Na már megint mi a baj annak a köcsönnek? És így kattintanak oda. De hát a célját elérve oda kattintanak. Figyelj, nem bántjuk. A bulvár feladata ez, csak ők is hallgassák meg, mi a megszólalás. Ferinek nincs most a receptje, mindjárt erre visszatérünk egy pillanatra. Viszont hívjuk a naphallgatóját. Tepertő. Tepertő, kolbász, véres úrka, májjal, belővel. Sok háj, összekockázva, lassan sütve. Ennyi. Uram, irgalmaz. Aj, de örülünk, hogy így zárjuk a hetet. Hello! Hello! Tibi, jó helyen vagyunk? Igen, igen, igen. Hello Tibi, hol hallgatsz minket? Hát, Várpalota mellett. Várpalota mellett. Na, ugye 9 óra után egy nagyon helyes témánk volt, arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mi volt az a deremesztő filmjelenet, ami beégett a retinájukba 6-8 évesen, hol, kinél mit láttak, amit azóta se tudnak elfelejteni. Te nem ezt írtad, valami egészen más, de szerettük. Ezek félelmetesek? Látnátok az anyósod, mikor reggel kijön a szobából. Aláírás Tibi. Tényleg ennyire durva helyzet, vagy humorizáltál? Humorizáltam, persze. Most éppen itt az anyósom, Te puha, és ne, ez akkor csak humor volt, tehát nem ilyen. Persze, mire ő fel kell, én már eljövök dolgozni most. Ja, igen. A mamát. Jó, de csak mondjuk egyébként, hogy mi most 10-kor befejezzük, tehát egy 4 óra múlva már telefonál vissza, hogy most már elment egyébként minden szó igaz. Tibikém, te vagy a naphallgatója, küldjünk neked egy szép kis ajándékcsomagot ezzel megköszönve, hogy minket hallgatsz. Jó, köszönöm, kellemes hétvégét. Csókoltatjuk a mamát, mondd meg neki egy puszi. Jó, átadom, hazaértem. Ciao. Hello, hello. Ezek puha. Után majd látja, megnézheti, hogy mit kap mama a következő sütiben, mit tesz bele, érted? Az biztos. Csabikám, remek zenék? Hozom nektek a Maroon 5-ot, most egy kicsit korábbi sikerüket. Annak kapcsán ugye a hét egyik legfontosabb történése számomra nem a kukacok a lakásodban. Férgek. Hanem, férgek, bocsánat. Uram irgalmaz, férgek. Uram irgalmaz. Hanem az, hogy a Király Viktor tovább jutott, és ugye az ő mentora, nem tudom, vagy vezetője abban a műsorban az Adam Levine. Épp ezért most egy Maroon 5 dalt fogok nektek ajánlani, az előző, az ötödik lemezükről, az Animals. Tudsz arról, amit amiről beszéltünk, hogy a Wikipédia már megírta, hogy Király Viktor kiesik? Van ennek valami valóság alapja? A következő fordulóban. Nem hallottál el semmit? Nem. Megírták, hogy tudják ők már egyértelműen, hogy kiesik. Hát lehet, hogy ott ők már előrébb járnak. Nincs akkora időeltolódás, hogy jövő hétfő már lement volna. Jó, hogy ez hétfő? Igen. Hétfőn. Nem, csak beszéltünk erről, azt hiszem, hogy tudsz, amit, hogy a Viki már 2 napja megírt, hogy a következő fordulóban egyértelmű, hogy Király Viktor távozik. Csak kérdeztem, hogy honnan tudhatják. De nem tudod, mindegy.
Jól van. Fog kezem a dologban. Forrás Mr. Frabato from Hungary. Louis Padre. Igen. Csabikám, jó munkát neked. Köszönjük szépen. 555-55-00. Holnap ünnepi menetrenddel megyünk, úgyhogy mi nem vagyunk. Legközelebb hétfőn Ferivel kiegészülve, ha túléli. Ferivel is némi disznótorossal kiegészül. Így van, jövünk. Vigyázzatok magatokra. Jó hétfő, hatkor találkozunk. Szevasztok. Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.